Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Csütörtök van, a hét utolsó előtti napja. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Drága hallgatók. Megindult felfelé a hőmérő higanyszála, ahogy azt mondani szokták szakmai berkekben. Ma már 20, holnap 24, aztán 26, 28, 29. De tovább azért ne menjen. Ha kérhetjük, az jó, ott megállhat, igen. Bizonyám, de elkezdett felmelegedni a levegő, és eső most a hétvégére sem várható már, azt mondják. Nem mondják, nem ugyanaz, ugye? Igen, hát... Nem akarok negatív lenni, csak már annyi ne mindent legyél. Mondtak. Annyi mindent mondtak, azt nem mindig jött be, de így legyen, ne így legyen, legyen eső, király. Így legyen, így legyen. Jó, mi újság van? Pozitív előélettel futunk neki a hétvégén. Most nekem az okostelefonomon zápor esik a 9. kerületbe, de hát itt nem esik zápor, nem? Na, mindegy, akkor, nem akkor most a 9 ez a kivétel, de a kivétel erősíti a szabályt, hogy csak a közék. Na, mindegy. Na. Jó, van, nem tudom, miért esik az én okostelefonom itt a 9-ben. Ott onnan jövök, ott nem esett. Mi újság van, gyerekek? Kivel mi van? Semmi? Hát se... Ez a Feri dumája. Na, akkor egy százas dobjál. Nem akarom. Akkor dobjál csak egy százas. Úristen, igen. Nem én voltam. Én hónapok óta nem mondtam. Ő volt. Figyelj, kezdjük a jó hírekkel. Ferinek végre kockás a hasa. Ha ránézzük, mert egy kockás ing van rajta. Egy kockás ing van rajta. Szépen befutottál. Értem. Menő. Ott vagy, menő. Mindig is érdekel. Figyelj, ezt meg akartam egyébként kérdezni, hogy most a kockás az menő, mert Feri mostanában előszeretettel vesz fel kockás ingeket, és nem ugyanazt az egyet. Sírva kérlek. Ezt tényleg kérdezem. Járok, nem igaz, ez így ebben a formában nem igaz. Nem láttam. 10 éve járok. Igen, én odafigyelek rajta kockásra. Igaz? Mióta ismertek azt. De mostanában sokszor nézd meg azokat a fotókat, amiket készítettünk rólad az utóbbi időben. Facebook oldalon, ha nekem feltűnt, aki ugye azért, vagyok őszintén nem rezonálok együtt a divattal, ahogy mondani szokták, ha nekem feltűnt, most menő a kockás? Csak kérdezem. Mert akkor hát, tényleg én is ilyen izélem. Formán se Balázs, se én nem követjük, átvágom a spárgát a régi ingeimen. Még akkor te is kockás. Ha nekem is volt kockás egy időben, hát ugye volt azért egy elég masszív gráncs korszak annak idején, aminek következtében én is beújítottam egy-két flanelt. Szerintem te már ne változtass. Ne? Te már ne változtass, de tudod mit? Nem, egy ciki lenne, hogy én is kockásba kezdek el járni, aztán a közös fotókon. Nem, csak kérdezem. Ez most menő? A kockás fene most. Se tudja. Mi a menő most? Menő. Én. Az igaz. De ez konstans, tehát hogy most érted, ez egy akut jelenség ebben az országban. Annak nem tudjuk kivenni azon túl az élét. Azon túl nem tudom. Egyet tudok én, de hogy ezen kívül még... Divatban most mi hasít? Divatban most nagyon jön a virágmintás pasiban, újra, sokat szóra. Virágmintás? Virágmintás, igen. Régen volt a Hawaii, tudod, a Hawaii mintás, most a virágmintás, tehát nagy rózsák, nagy fejű virágok, színes pólók, az most nagyon jó. Az biztos, hogy az a nyár nagy sláger lesz. Ha pólóban te jó vagy, azt szereted? A virág, már vettem is párat. Tényleg virág? Nagyon jók vannak, piros ilyen rózsafejek vannak rajta, ez most nagyon jön vissza. Jó, mondjuk te erre is rádobsz egy lapot, mert hogy ezért akkor jön be újra 100-szor szép, de te közben 365-ször vagy szép egyéb. Az biztos, hogy az divat. A kockás az egy ilyen örök darab, tehát az úgy mindig. Az úgy mindig az. Ez bármikor föl lehet venni. De most az apró kockás, ahogy látom. Nem, a kockás, én nem tudom. Hát ez nem apró, azért. Az messze ott van. Picike. Az úgy mindig az van, gyerekek. Kockás, mert ha apró kockás lenne, az nem áll olyan jól a hasamon, tudod? Úgy nem adná ki az izmot. Így viszont kiadja. Én kicsit interferálsz nekem. Hát akkor ne nézz rám! Nézd a Zsűl! A Zsűl sem tud annyit rontani Balázson, hogy... Én sima feketébe nyomok, és próbálok a Skype-omra kapcsolódni. Nem. És akkor a virágos. Jó. Oké. Okay. A gyerekek. Azt megnézném rajtad. Hoppá! Egy jó pipacsost. Ez micsoda? Ja, gyerekek, hát, jó bedobtad. Jó bedobtad már virtuálisan azt a százas, és mindjárt a gyakorlatban is. Adok 5 eurót, és akkor azzal meg... nagyon jó, várja, megveszem. 515-ször nyomhatsz valamit. 15-ször nyomhatok valamit. Tényleg csak euró van nálad? Van forint, de most nem sok euró. Van még márka is. Na, legyen. Figyelj, de ne hagyd a forintot, 1500-t én megveszem. 1500-ért 10 eurót? 10-et? 10-et, 1500-ért 5-et, az jó. Hát azért 389 kerülünk. Figyelj, most értem rajtad, ne nyerészkedj, majd én nyerészkedek rajtad.
most gyengülünk, gyerekek, forintügyileg. Hát egy picit, igen. Egy picit. Ja, akkor ezért akarok megvenni 300. Igen, igen. Ez a forint gyengülés egyébként abban is tetten érhető, hogy most pont tegnap néztem egy olyan nagyon jó pofa kis összeállítást a várható 5-ös lottó nyeremény kapcsán, az egyik ilyen gazdasági portálon, a Portfolio nem titok egyébként. És hát ugye 5 milliárdocska lesz a hétvégén már, ez minden idők második legjobb nyereménye, vagy legnagyobb nyereménye, az összegszerű, hogyha összegszerűen nézzük ezt a dolgot, mert azt mondja, hogy legnagyobb az annak idején 5 milliárd 93 millió volt, viszont a portfóliós srácok kiszámolták, hogy ez valójában mit jelent, és képzeljétek el, 2003-ban volt ugye ez a csúcsnyeremény, és ahhoz képest, hogyha mondjuk a vásárló értékét nézzük ennek a dolognak, ez 40%-os csökkenést jelent. Uh-huh. Tehát, hogy ez az 5 milliárdocska csak ugye a harmadik helyre félod, csak idézőjelbe. Nekem legyen mondva az, hogy kiegyezni. Ha tudnád kőteni. Persze, tehát hogy azért lenne hol van dugdosni ezeket a milliárdocskákat, de hogy 40%. Ez hogy az van inflációt figyelme lesz. Annyival kevesebb. Igen. Tehát, hogy annyival kevesebb vizes zsömlét tudnánk érte venni. Na, most nekem van egy ötösöm, nekem igazolatom van ötösöm, de még ketten azt mondják, még két ötös volt, az viszont sose bukkan föl. Akkor nem kell odaadni az ötöt, csak a kettő felett, vagy az egy felett. Ja, hogy behazudna két ötöst, hogy neked egy felet kelljen adni, ne ötöt. Hát, én nem gondolnám, hogy erről már sokat beszéltünk, mert ők egyszer buknak meg, azt bukik az egész bagás. De nem ugye, ugye akkor buksz meg, ha belenyúlsz a sorsolásba. Uh-huh. Bár az is több ember tudja, hogy nem volt ötöse. Annak, akiről mégis azt mondjuk. Hiszen ha 5 milliárdot ki kell fizetni, és nekem ötösöm van, de azt mondják, hogy még van kettő, akkor megkapok más felet. Igen. Örülsz? Örülünk, és három fél pedig zsebben marad. Értitek a felvetéket? Én nem tudom, hogy még hány ötös volt, és akkor csak más felet kell kifizetni, és nem az ötöt kell kifizetni. Aztán Balázs maga olyan szerencsétlen, ha még ketten elvitték magán kívül. Hát, figyeljetek, Veselő megérte, de én így magasra rottyantanék erre egyet, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk azt mondják, hogy akkor enyém az egyik 2 milliárd, tehát nem ülnék ott az asztallal, hogy sírva. Oké, most nyertünk, anya, de figyel, hagyjuk ezt a 2 milliárdot. Hallod? Szerintem tudod, mi történhetett. De apa, nyertünk, apa, sírjam. Nyugi. Ül. Hármat szerintem zsebbe tartottam. Hát az ember ilyen, az ember gyarló. Tehát ha nyersz ötöt, de csak más felet kapsz meg, akkor elkezd a kis ördög benned mozgolódni, hogy mi van, ha? De ez több emberen menne mi át. Mi van, ha? És bedurcizol. Akkor nem is kell. Akkor nem is kell az a másfél, igen. Több emberem megy keresztül. Ahhoz, hogy ezt a döntést meg tud hozni, és ki tud vitelezni ezzel a csúnya magyar szóval érve, ahhoz az legalább 5 embernek tudnia kéne. És az meg biztos, hogy ki fog derülni. Nem éri meg nekik. Hiszen annyi pénz van, most képzeld el, hogy hányan mennek most ezen a héten, hányan vesznek lottót az 5 milliárdért. Embertelen lóvé. Nem éri meg egyszerűen. Oké, jó ki van találva a dolog, hiszen senkinek nem kötelező bejelenteni, hogy én nyertem az ötöst, ugye? Tehát ha van rajtad kívül még kettő, akkor az soha nem fog kiderülni. Viszont ha egyszer az kiderül, hogy azt a kettőt ők bekamúzták, akkor vége az egész brigádnak. És ez szerintem annyi pénz hetente, amit elköltünk lottóra. Hogy nem derülhet ki. Hogy nem derülhet ki. Nem tehát mindig idejük adunk ki, hogy bízunk bennük. Bízunk, hiszünk mindig bennük. Ez a vége az ilyen filozofálgatásoknak, hogy mindig, ahogy bízunk bennük, gyerekek, nagy baj nem lehet. Hiszek bennük, és mindenkinek csak egy ilyen tragédiát kívánok. Na jó, nem mindenkinek, mert akkor viszont kevés lesz a nyeremény, de úgy kívánom, hogy tényleg köztünk legyen a héten valaki. Sőt, a Morning Show hallgatói közül kerüljön ki az, aki aztán így majd mit tudom, másod magával nyeri pár milliárdocskát. Csak az a baj, hogy egyébként ugye már, hogyha már ketten vagy hárman vagytok, az már nem, ott már szerintem nem milliárdos az összeg, a nyeremény. Hát az általán nem, hát a ketten-hárman vagytok, hát akkor. Hát 5 milliárd, akkor másfél milliárd. Hát én nem tudom. Hát hárman vagytok 5 milliárdot. Az nem úgy osztódik egyébként el, hogy akkor három felé megy az 5 milliárd, tehát hogy ott mások az arányok. Miért? Miért? Miért lenne? Mert szerintem nem úgy megy, hogy ezért, hogy 33,3. De hogy nem. Miért? Aki az előbb volt, vagy aki előbb adta fel, vagy hogy? Hát hogy teszem igazságot? Nem így értem, tehát hogy az összeg az nem úgy osztódik, hogy ha három embernek van 5 találatosa, akkor az három fele megy, az másfél fele az arányok. De hogy nem? Hát egynek odaadod az 5 milliárdot, ha mi hárman megnyerjük, akkor egyharmad. Nincs más arány. Nem lehet. Hát milyen más arány mondasz? Te előbb adtad föl? Nem, nem ezt mond, nem, hanem ezek a szempontok, hogy most kiadta fel korábban, vagy kiadta fel később, és ez nyilván nem. Hanem nem kapjuk meg az egyharmadot? Szerintem nincsen ott a nettó egyharmad. De. Hát hogy ne lenne? Hát az a lényeg, hogy ha ketten vagytok, akkor felezitek. Ha hárman vagytok, persze. És mi lenne még logikus?
mi alapján vonnának mi alapján, le bármennyi akkor a, négyet, a négyestől van csak ez a fajta aránytalanság? Hogy ott megmál, mit tudom én, megmarad egy jó része a következő nyeremény alapba, és akkor a négyes meg aránytalanul kevesebbet kap? Hát nem, a négyes az nem, nem kap kevesebbet. Mihez képest kap kevesebbet? Ha egy darab ötös van, az 5 milliárdot kap. Ha most egy darab négyes lenne. Ha most egy darab változik a nyeremény, akkor hogyha van ötös, meg ha nincs ötös. Ha van ötös, igen, és te úgy vagy négyes, akkor keveset kapsz. Ha nincs ötös, és te úgy vagy négyes, akkor többet kapsz. De ha 4000-en töltenek ki négyest, akkor az megy 4000 felé. Aha. A négyesnek szánt. Honnan tudod, volt már négyesed? Ötösed? Nem? Akkor menj el hozzá az ért. Nem tudják más alapján eldönteni. Uh-huh. Tehát nem tudják más, nem látnék más viszonyrendszert, mint hogy harmadolják, felezzék, hatodolják. Tehát mi alapján, milyen matematikai számítás van még ezen kívül, ami alapján eloszthatják az ötöst? Hogy most májusban egy kicsit kevesebbet. Tehát nincs más rendszer. Igen? Persze. De mit hittél, hogy van 5 milliárd, megnyerik ketten, és akkor nyernek kettőt, és egyet benyel az állambácsi? Nem, tök érdekes, nem, hogy ebben nem is gondoltam bele, mert hogy ugye mindig az szokott lenni, hogy a találatoknak megfelelően alakulnak az összegek, minél többen találnak, mit tudom én, 4 számot, 3 számot, 2 számot, akkor úgy. De ott nekem ez nem jött le, hogy azt így szépen arányosan osszák el azt az összeget, hiszen mondjuk, hogyha nincsen 5 találatos, akkor... De nem osztják el az 5 milliárdot arányosan a négyesek között. Ne, azt tudom, ezért mondom. Ezért mondom, hogy olyankor viszont ugye a nyereménynek a nagy része megmarad, és aztán ott nem értettem én, hogy döntik azt el, hogy mennyi lesz akkor a négyeseknek a nyereménye. Azt én meg mennyi tudom, marad hogy... bent a nyeremény alapba, értitek, mit akarok? Na, százalékosan van megadva. Tudom, azt gondolom megvanadva. Mennyi? Azt nem tudom, de... Akkor meg... Na, jó. Na, azt én sem tudom, ha nincs ötös, de van 40 darab csak négyes, mondom, akkor ezért, a 40 ezért darab négyes nyert fejenként 4 millió, vagy 12 millió. Azt nem tudom, hogy mi alapján hozzák ki, hogy a négyes mennyit nyer, ha nincs ötös. Azt tudom, hogyha ötös van, és ti hárman nyertetek, akkor az 5 milliárdot harmadóra jártok. Akkor a négyeseknél is ez fix százalék lehet, igen, minden egyes alkalommal. Na, az egy jó kérdés, hogy számolják a négyest. De ott is másféle számítás van, hiszen ha van ötös is másféle, meg ha nincs ötös is másféle. Fingulni gyerekek, ez az igazság. Úgy de so nyerjünk. Mindegy, engem tényleg nem érdekel. 92 millió az egyhez az esélye, vagy valami 90 mindegy millió az egyhez az esélye, eltaláld az 5 számot. Nem érdekel, ezzel, hogy hányan nyerjük meg. Na de igen. Na de jó, azért érdekelne. Tehát Jani ötösebben, de, nekem... de még 3000 embernek van ötöse, és kapsz nem tudom 10 000 forintot, vagy 100 000-et, azért az érdekelne. Vessetek érte, hogy nem vagyok én egy kapzsi, de nekem tök mindegy, hogy 1,3 milliárdot nyerek, vagy 5 milliárdot. Tényleg. Igen? Elég. Na. Fene se tudja. Ha már meg lehet nyerni az ötöt, akkor már nem elég a másfél. Nem fog duzzogni. Komolyan mondom. Tehát nem fogják érezni a hangomon azt, hogy ennek a kisfiúnak valaki elrúgta a labdáját. Nem leszel durcás? Nem. Durcika. Semmi kis morciság nem lesz. Most miért te tényleg durcáznál, hogy csak 1-5 és nem 5? A milliárd. Te durcáznál, hogy nem 5 milliárd, csak 1-5? Nem, valószínűleg befektetném, hát azért, meg. Azért, abba már tudnék 5-öt csinálni szerintem. Ja, 1-5-ből? Tehát még 1 milliárdból, ha azt már elkezdenék befektetni, abból már azért, hogy meg tudnám csinálni. Mennyi idő alatt? De nem lenne cél, hogy akkor újra 5 legyen. Tehát, hogy 1 milliárd egyébként nem egy akkora hatalmas nagy összeg. Tehát ha belegondolsz, egyébként nem olyan baromi nagy összeg. Jó, hát akinek van, érted. Jó, úgy értem, hanem az ember, ha elkezdi elkölteni, tudod, ha a fejben meg minden vágyadat kielégíted, ami van, attól függ, milyen igényeid vannak. Ha az igényeid és a lehetőségeid találkoznak, akkor sok az 1 milliárd. Ha az igényeid és a lehetőségeid nem találkoznak, akkor kevés az 1 milliárd. Hát lehet venni, ha neked az az álmod, lehet venni 3 millió euróért is hajót Horvátországra, mert te hajózni szeretnél, és nem is egy olyan nagy hajót veszel, egy 43 lábos hajót, és az mondjuk 2,5 millió euró, elkötöttél belőle 600 milliót. És még nem tankoltad meg? 750-en. És akkor egy tankolásra, mondjuk tankol ez a hajó 4-4,5 tonna üzemanyagot, ami azt jelenti, hogy felveszel egy tankolásra mondjuk Riekában fönt egy 4-4,5 millió forintért megtankol szépen, és azzal elindulsz, és egy kicsit hajózol. És semmit nem csináltak, vettél egy hajót, kikötöttél és tankoltál, és elköltöttél 750 millió forintot. Igen, lassan ott tartunk, hogy ne csesztenek ki velünk. Jó, ne nyerjünk már, mert elmegy benzin. Tehát mihez képest sok az 1 milliárd? Ha olyan lehetőségeid és olyan vágyaid vannak, hogy ezek szinkronban vannak, akkor jó az 1 milliárd. Meg mi a nyerek 1 milliárdot, de akarok venni egy private jet repülőt, akkor nem jó. Aha. Az 1 milliárd, és boldogtalan meg vagyok, mert nem elég. Meg mit kezdesz felé fél stadionnal, érted? Vagy az harmas stadionnal. Tényleg, abból nem jön ki. Na, csak a másik, új kigyós kapna egy stadion. Tényleg. Így van. Hát, most meg is érdemlik azok a fiúk. De a 4 karaiból csak 3-at tudsz megcsinálni ebből a pénzből.
Á, gyerekek. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatói, mert kicsit elhúztuk az időt ezzel a lottó filozofálgatással, de hát gyerekek, ember legyen. Elég sok embernek jár ezen az eszem most. Nem játszott el a gondolattal, azt mondja, hogy egy a 44 millióhoz, az Eurojackpot az egy a 93 millióhoz, Bali küldte nekünk, köszönjük szépen, hát több esélyünk van a lottó, mint az Eurojackpoton. Azt mondja, a főnyereményen kívül van még egy összeg, ami a 4-es, a 3-as és a 2-re van, ez Shelby küldte nekünk, ez egy jó megoldás lehet, tehát elkülönítenek egy összeget. 30, 17, 18, 35. A százalékos arány. Így van. Amit. Ne felejtsétek el, hogy tudtom, a 16% adóban nincs, a nettó az lottó. Mi? A nettó az lottó! A nettó az lottó, a lottó az nettó. Nincs. Aztán nézzük fel a szerencsejáték.hu-ra, valaki tanácsolja nagyon bölcsen, köszönjük szépen. Jó van. De most nem kell ennyi felkiáltó jelet megkérdezni, ne húzd fel magad. Jó, semmi gond, nyugi. Lazítsál, így állj kávért. Picit ülj vissza, szuszanj egyet, semmi gond. Ha meg nem tetszünk, akkor meghallgassd a Kossuth Rádiót. Azt mondja, hogy a négynek nincs összege, szerintem az az ötből osztják el, Niki írta nekünk, köszönjük szépen. Nézzük, hogy mi van még. Két ismerős család is elvitte az ötöst, telibe kifizették, nekik nem volt gond, ne hívjatok, írta Gábor. Gábor nem akartunk hívni, eszünkbe se jutott. Azt mondja, hogy Bali, ha én nyerek, ígérem, megveszem neked a rétesest. Jaj, gyerekek, hát ne is mondjátok a bajai rétest, mert úgy érettem, hogy milyen jó lenne túros rétest tenni. A bajai rétes... Nekem is meséltek róla egyébként a kollégák. Hát, csak mondjuk a bajai rétes ház vezetőinek, hogy képzeljék el, micsoda szörnyűségét. Bennünket hoztak egy csomó rétest, és alig jutott nekünk. Így van, nálunk üzemel a Hiéna Klub. A Hiéna Klub nálunk üzemel, gyerekek. Nem a hangáiknál, a fővárosi állat és a növénykertben nálunk üzemel. Megették előled. Hát, hagyjad, nem voltál elég gyors. A 6-10 óra 3 perckor mentem ki a stúdióból, és egy darab mákos rétes volt, már félretéve valakinek, tudod. Én egy darab túrost tudtam menni abból a 30-ból, amit kaptunk a bajai rétes házba. Egy darab túrost tudtam megenni, amit itt gyorsan kimentem, behoztam, visszamentem, és a sáskák. Úgyhogy gyerekek, nem stratégiát váltunk. Én nem vagyok ugye édességes, úgy lehet, hogy az lehet az ok, hogy ahogy megjöttünk, kimentem a folyosóra, és mondtam, hogy van rétes, gyerekek, én nem nagyon szerettem reggel az rétes. Mondjuk azt látom, hogy egy megafont babráltál. Akkor bocs. A rétes, a szerkes. És így kimentem, és ilyen hakapeszi alapon, így mindenki nekiesett, és így tolta be fel a réteseket, semmi nem volt már a tálcában. Ilyet kis közben kaptunk 40-et. Na mindegy, nem is érdekes. Jó, van, hogy állunk játékkal? 2-0. És én mennyivel lógok? 200 forinttal? Majd ha válthatok a büfében, csak hogy elfelejtsd már. Igen, nem, de most már átálltunk euróra. 1-1, bocsánat. 1-1. Mi 1-1? Mert a fekete-fehér, igen, nem, állása. Mert tegnap kihúztátok a 1 percet. Hoppácska. Na jó. SMS. Varga milyen írja nekünk, hogy mindegy, mi jól járunk. Köszönjük szépen, pénzügyminiszter úrnak. Fél hét van pontosan, várjuk az SMS-eket, mármint aki játékra szeretné jelentkezni. Azt írja valaki, milliárdokról beszéltek, én meg csak egy 2-es szigorlatért szeretnék. Milyen szép kevés a 2-es szurkolónk. Aki játszana velünk, írja nekünk SMS-t, elkezdjük a reggelt. Jó, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, időjárás, közlekedés, mi történt a nagyvilágban. Mi pedig jövünk a játékkal, a hírek után. Egy sokat hallott dal újra, 6 óra múlt 50 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és nézzük, mit írnak hallgatóink. Csornán Trafi a főúton, Fehér Szeádból Matyesz küldte. Nekünk köszönjük szépen, mi a pöcsön van az ülőjébecs és elkerülőn. Minden nap más beállítással működik a lámpa, kérdezi egy hallgató. Két őzike szaladgál a kerítésen kívül az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-ás felhajtó előtt, mindenki vigyázzon, szép tapad mindenkinek, Csilla. És 13. kerület Lehel úton, az állatkórház előtt a külső sávban egy pótkocsi és teherautó vesztegel. Később nagy dugot fog okozni. Éva küldte nekünk, köszönjük szépen. Hashtag-el. Így van. M7-es Budapestről Silfogig trafi és hatóságmentes, jó autózható, gyenge forgalom. Ezt Rebit küldte nekünk. Köszönjük. Na, mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló! Hello, Attila, ciao! Hello! Honnan hívtál minket, Attila? Füzesgyarmatról. Füzesgyarmat. És mit csinálsz ott? Hát én dolgozok, termálkempingnél vagyok, ilyen kertész. Aha. Termálkempingnél vagy kertész. Aha. Jó. Marokkói mentátok van? Hát ilyen, az így. Füvet nyírok, meg bokrokat mettek.
bokrokat, metszelfüvet nyert. Szóval nagyon jó meló az egyébként, nyugis. Nyugis meló. Tessék? Nekem tetszik. Neked tetszik. Aha. Jól van, kivel szeretné játszani a team? Hát mivel én nem tudtam dönteni, ezért sorsoltam és Janit húztam. Oh, hogy sorsoltál, vagy mi alapján sorsoltál? Felírtam így papírokra, összekevertem és így egy kis tálból kihúztam. Tényleg? Na, igen. Nagyon jó vagy. Közjegyző volt. És addig húztad, amíg nem a Jani neve jött ki, vagy elsőre a Janit húztad? Elsőre. Elsőre a Janit húztad. Aki elsőre kijön, azt húzom. Azzal játszok. De mind három névre az volt írva, Jani. Hát majdnem. Majdnem. Jól van. Oké. Jó játékos vagy egyébként, Attila? Hát még ilyet nem játottam, úgyhogy csak kipróbálom most. Hát lehet, hogy ős tehetség vagy. Lehet, hogy hihetetlen giga tehetség vagy. Na jó, nézzük meg, mire mentek egymással, jó? Oké. Azt mondja, hogy 3-2-1 tessék. Na. Hallottad, hogy játszottam már a héten? Persze. Szörnyű játék volt. Tetszett? Parancsolsz? Hát, mit kérdeztél? Azt, hogy tetszett az a játék, amit játszottam a héten. Szerintem szörnyű volt. Kérdezzél valamit, biztos készültél kérdéssel. Készültél? Nem készültem kérdéssel. Ott a vége. Ott a vége. Nem készültem kérdéssel. Bizonyám, hát sikerült kimondani. Szép vagy, Jani! Köszi szépen! Ő a srác, aki egy nagy kanállal a kezében veri végig az országot. Így van. Így van. Itt fogja. Reggel óta. És itt is van. Hat óta. Kalán néni kanala? Hát, ha, igen. Kanala? Igen. Benyomta egy kis zöld paprikát, és most a kapszaicin tompítanok kell egy kis joghurt, mert ég a szám. Attila, hát ez nem volt egy erős. Hát sajnos nem. Volt egy erős. Majd legközelebb, máskor. Legközelebb. Mi a mai meló? Mit kell csinálnod? Mi a feladat? Hát elég borús az idő, úgyhogy szerintem megnyírok egy pár bokrot. Tegnap nem tudtam, csak semmit, már esett az eső. Igen, tegnap még nagy eső volt, de most már száraz légtömegek érkeznek felénk, ahogy... Azt a szakértelmet. Ezt hallottuk a tévében. Köszi, Ati, csáó! Hello! Hello, szia. Köszi, hello. Hello, hello! Ügyes voltál, 2-1? Az anyát, filmet a jogkultom! Bele a számítógépbe, nem hiszed el! Gyerekek, ma nagyon sérültek vagyunk. Tehát hát komolyan mondom, el. Én alig bírok beszélni, annyira fáj a hátam. Te kiöntöd a jogkurtot. Nagyon jó. Tegnap leestem a húzózkodó rúdról, és annyi... Mi? Honnan? Húzózkodó rúd? Úgy fáj a hátam, megőrül. Leestem a húzózkodó rúdról. Ne csináld. De. Hanyadiknál az ezredik húzózkodásnál? Mi már az elsőnél trükközni akartál? Már az elsőnél gondoltam. Vajla! Kéz? Vajla? Egy kéz? Vajla? Felhúzom, átfordulom. Nem. Elmondom, tegnap ilyen sportáruházban voltam, azt nagy válogatás után megvettem a húzózkodó rúdat, mert muszáj edzenem. Elkezdtem kicsit mozogni, és leestem róla, és így derékszögben meghajoltam hátra. Nem estem el, hanem így hátra hajlottam, nagyon mint jó. Az úszög. A veszélyes dolog egyébként a sport. De hogy történt, hogy bementél az áruházba, kipörölt, és akkor valaki kiabált, hogy ne, Balázs, nincs rögzítve! Nem, megvettem, és hazavittem. És otthon felraktam. És otthon nem rögzítettem. És otthon felraktam, más miért kell bennem. Na mindegy, majd elmondom. Nem, ez egy kamu húzózkodó rúd, ez hülyeség, ez nem jó. Aha. Ez egy baromság. Az, amit én küldtem át? Tessék? Az, amit én küldtem át? Nem tudom, de melyiket küldted. Miért küldtél? Ja, jó, mindegy, nem olvasod az e-mail. De láttam, valamit küldted, de addigra már megvettem. Ja, addigra megvetted? De mikor te átküldted, addigra nálam már ez ott volt. Lehet, hogy érdemes lett volna megnyitni az e-mailet. 9900 forintért vettem, de felszereltetlen. Na jó, van. Megyünk tovább, jobb, jövünk a hírekkel újra, mert hogy a gyerekek, sok minden történt ám. Úgyhogy Ákos újra elmozdult a csigolyáit például tegnap. Igen, meg elmozdultak a csigolyáim. Úgyhogy aki lát, hall, tapasztal, közlekedés írja meg nekünk, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 7 óra múlt pontosan 8 perccel, jó reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Csütörtök van, jó idő lesz hétvégén, mindenki tervezhet mindent, mert hogy jó idő lesz. 28 fok napsütés. 28 fok napsütés, így van. Kerti parti, malacsütés. Nagyon jó eddig nekem, és ti ez mit csináltok? A malacsütés egyiket arra ugrott be, hogy Juliék mondták, hogy szülinapra malacot rendeltek, és hogy imádkoztak, hogy jó idő legyen, és össze is jött nekik. De azért az jó, amikor reggel megjön a hentes nem, és akkor lerak az asztal. Na, megjöttünk! De mi a Vekerlén disznót vágtak? Nem, csak a malacot, igen. Sütötték, de nem ott vágták le, csak hozták, és ott pörzsölték, és ott sütötték meg. És akkor ott megsütögették. Atya Isten. És az, hogy nem voltak sokan, csak úgy 30-40-en. Hát ahhoz kell is egy malac. Ahhoz igen, de ahhoz már kert is kell nekik, meg olyan túl nagy nincsen. Hát de ők más virtus. Ők szeretnek így élni. Na nézzük a közlekedési híreinket. Azt mondja, hogy segítséget szeretnék kérni. Autót loptak el, hát igen, ezeket nem nagyon szoktuk beolvasni, kitartás, reméljük, hogy meg lesz, naponta ebből sokat kapunk, úgyhogy nem tudjuk egyenként beolvasni, de reméljük meg lesz, akkor már, ha már elmondtam, akkor elmondom, ez egy Opel Corsa
negyedik kerületből pezsgő színű Opel Corza. Hát, igen, adjuk ki a számot. Kiadjuk, jó, ha valaki jelentkezik és lát egy ilyet, akkor kiadjuk KXA773. Az valószínű már darabokban van. Sajnos, legyünk őszinték, hát nem is nagyon tudunk mással vigasztalni. De szólítunk, hogy meglegyen, így van. M3-os 203-os kilométernél Trafi Budapest felé Dávid küldte nekünk. Kerecsenden Eger felé fényképezik a gyorsajtókat, küldte Dobi. Gödön a városban Pest felé mérnek az Ilka csárda után. Az M6-os 36-os kilométernél pedig van egy baleset Budapest felé. Jaj, legyenek ma is random hullámverések egy ország könyörök, kérdezi, írja nekünk egy hallgató, köszönjük szépen. Jó van a kisfiú a vízben? Hogy nem, alig várja, hogy újra bemehessen. Várja, hogy fürödhessen? Persze, hát ilyen abszolút, tehát hogy a part is jó, de azért bent a legjobb. Nem van egy nagyot. Nem mondom meg, hogy mikor mehetsz majd a vízbe, majd csak úgy váratlanul. Olyan idő lesz, akkor bemegy. Majd csak úgy váratlanul bemehetsz a vízbe, igen. Visszatérve egyébként erre az autóellopásos dologra, meg a vele kapcsolatos történetre, amit elmondott Balázs, hogy sajnos nem tudjuk beolvasni sok esetben ezeket az SMS-eket. Ezt időről időre elmondjuk, hogy nagyon sok olyan kérést kapunk SMS-ben, e-mailben, telefonhívásban, hogy ebben segítsünk, abban segítsünk, mondjuk be, hogy elveszett a kiskutya, mondjuk be, hogy ellopták az autót. Köszöntsünk fel valakit a születésnapján, próbáljunk meg mondjuk segíteni valakinek eladni egy autót, vagy akár. Tehát, hogy az empátia az nem hiányzik belőlünk, viszont az a baj, hogy ha egyet beolvasunk, vagy kettőt beolvasunk, akkor utána nem mondhatunk nevet más hallgatóknak, mert igen, számunkra minden hallgató ugyanolyan fontos, műsor. És gyakorlatilag 4 órán keresztül másról sem szólna a műsor. Abszolút együtt érzünk veletek, tényleg ne értsétek félre, de sajnos nem tudjuk ezeket a kéréseket teljesíteni. Ezeket nem, nagyon ritkán, vagy csak tényleg 100-ból egyszer, de akkor is nehezen, mert hogy több tíz jön egy nap. És az a tapasztalat, hogy egyébként ilyen autós lopós ügyben nem segít sajnos. Lesz, hogy így mi bemondjuk, és akkor valaki hallgat minket, és pont ott áll előtte a pezsgő színű Opel Corza, kirángatja, és megtalálja, és visszaadja a tulajdonosának, ezért ez így 100-ből együtt, ez így nincs. Na jó, de félre itt a lopott autókat, félre a közlekedési híreket. Mi van a Sebestyén Jimben? Most kezdett még. Megőrülök. Most üzemelik be az eszközöket. Most üzemelik az eszközöket. Még mielőtt a nagy nyilvánosság számára is láthatható válik, még mielőtt a családtagok is kipróbálhatnák, azelőtt Balázs teszteli az összes eszközt, amit megvásárol. Hat óta egy nem lesz jó. Tényleg egy roki fiatal emberrel ülünk együtt, és nem tudtuk, hogy mi van, mert nem mondtad el, csak jaj! Leestem tegnap a húzózkodó rúdról, gyerekek. A rúddal együtt azért azt tettem. A rúd kiszakadt a falból, ez a helyzet. Mert elkezdtek a tenisz mellett egy kicsit más jellegű dolgokat is csinálni, egy csomóféle dolog van, ami nekem tetszik, meg amit szeretek, és úgy elhatároztam, hogy úgy egy kicsit ugye elkezdek más típusú mozgást is csinálni, mert jó a tenisz, meg jó kondit van tőlem minden, de hogy szeretnék egy kicsit fizikailag is erősödni, és bementem tegnap az egyik sportáruházba. Én nem tudtam, hogy ezek a sportáruházak ekkorák. Voltatok? Tehát nyilván te voltál. Nem nagyon járok, mert én máshol veszem a cuccaimat, meg a cipőimet, meg a táskákat a teniszhez. Figyelj, ezek ilyen hangár méretű, figyelj, bent külön felhőrendszer van, esőztető rendszer, madarak élnek bent, emberek ott laknak. Figyelj, láttam bringázó gyereket, vízilabdázó apukát a nagy fiával. Nagy medencében. Igen, akkora kajakba volt. Beülő családok, akik műeveztek az áruházban, és eljátszották, hogy ők már raftingolnak valahol Ausztriában. Minden kipróbálható. Minden kipróbálható. Láttam 45 éves, 50 éves pacákot felhúzott boxkesztyűvel boxzsákot ütni, mondom, úristen, hát nem fizetek én a gyereknek játszóházért. Hát minek? 3000 forintot, hát beviszem. Minden nap lehetszel. Figyelj, emberek civil ruhában, leizzadva, kriketteznek, hokiba, talpan sétálnak, vízilabdát dobálnak. Láttam egy 4 éves gyereket, az bukós is akkal a fején bringázott benn, mondom. Na jó, mert már másfél órája tetszik rajta futni, csak mondom. Jó, ki kell próbálni, nem vihetem úgy haza. Ez Mad Max. Volt egy anya a lányával, ezt nem hittem el, én ott sétálgatok, kerestem egy-két eszközt. Én se hinném. Ugye fura is volt kicsit. Anya a lányával hullahop karikáztak. Hullahop karikáztak, és ezzel a nagyon erős neonszínű zöld és neonszínű lila hullahop karikával versenyt hullahop karikáztak. Azon mit kell próbálni a hullahop karikával? Hát, hogy nem akarsz. Az átmérő nem mindegy azért. Nem akarsz. Igen, átmérő van. Igen. Én nem biztos, hogy meg akarod venni ők. Lehet, hogy bukósisakért mentek, mert hétvégén bringatúrára mennek, csak anya meglátta, kislány beszállt, és elindult egy ilyen családi rivalizálás. Egymásra kacsintottak. Verseny! És aztán szaladtak hullahop karikákkal. Gondoltam, hogy nekem lesz egy szabad órám, én a budaörsi nagy sportáruházba fogok járni.
olyan volt, mint amikor így beszabadulsz valahova, ahol már családok élnek, laknak, madárrajok húznak át, fölnéztem az égre, külön felhőrendszere volt már, komolyan egy néhány bárány fölhúzott bent a hangárban. 63 000 négyzetméter, és ott bent egy külön élet van. Uh-huh. Egyik sarokban kickboxerek, a másik sarokban kisorsi zumba órát tart. De egyébként tényleg, igen, de tényleg döbbenet. Ide azért mennek az emberek, hogy ide sportoljanak? Ingyen hát, sportorát vegyenek? Együtt, igen, a kettőt. Ha nyilván akarsz valamit venni, de azért, ha ma ott vagy, kipróbálod ezt, kipróbálod azt, és egyszer csak elhussant a délután. Igen, picit, jó volt egyébként a hasonlat, de picit tényleg olyan, mint egy játszóház. Játszóház, mert tényleg játszóház. Amikor ugye a gyereknek azt mondod, hogy na, mennyi, azt próbáljál már ki néhány rollert, amíg mi itt körbe megyünk anyával, hát ha megtetszik, nem tetszett meg, ugye nem baj, mert jövünk máshol. Kisfiú, a három kerekű kislánya, két kerekű rózsaszín, barbis biciklim, apuka nagyom üti a bokzsákot, hihetetlenül izzad, mondom, hazaértem. Hát ez szenzációs. Na, a lényeg, hogy vettem egy ilyen húzózkodó rudat, mert hogy vannak különböző gyakorlatok, amit akarok csinálni, és a húzózkodó rudnak az a lényeg, hogy fogod, és az ajtó félfába te ezt befeszíted, tehát addig tekered, amíg szét nem feszíti az ajtó félfát, és van középen egy lyuk, még csavarhúzóval tudsz rajta húzni, átforgatni a tengelye körül, hogy kifelé nyomja az ajtó félfát. És rögzíted? Minek rögzíteni? Csak azok rögzítik, akik félnek. Debutásra rögzítésen. A kezdők rögzítik. Az amatőrök rögzítik meg, akik félnek. Na, nincs adrenalin abban a húzózkodásban. Semmi adrenalin. Én csak ilyen, nem dolgozom súlyzóval, vagy nem akarok súlyzóval dolgozni, nem szeretek. Sokat jártam edzőtermekben, mindig a haverjaimmal nagyon röhögtünk, de sose tetszett a hangulata. Saját súlyos gyakorlatokat akarok csinálni. És mondom, hát akkor, ide nekem gyorsan, én 40-50-et beleúzok. Húzockodtam, egész jól ment, húzockodtam, és az a baj, hogy én a két rögzítő csavart elolvastam, hogy olyan használatai utasításban, mi volt, hogy ez nem tartja meg egyébként magát a rudat, amit ugye belefeszítettél az ajtófélbába, ez csak azért van, hogy a rúd ne tudjon kijönni, tehát ne tudja újra egy kicsit összenyomni magát. Ami kb. Ugyanazt jelenti, hogyha mondjuk így az emberi nem veszik el nagyon a részletekben. Na, azt olvasod, hogy nem tart. Igen. Akkor minek tennéd be? Hát nem azon húzódszkod. És az volt, az volt a használati utasításban. Ez nem azért, hogy tartsak. Beleraktam, megfeszítettem. Jó van, nincs otthon senki, kicsit nekiállok edzeni, muszáj egy kicsit tényleg erősödni. Elkezdtem húzódszkodni, és úgy, ahogy van, az egész kiszakadt az ajtófélfából, ami nem lett volna baj, illetve lehetett volna sokkal durvább baj, mert ha mondjuk olyan húzódszkodást végzek, hogy derékszögben fent van a lábam. Aha. Mert van ilyen, ami egyből hasizom is, akkor egy ilyen jó, hát itt, hogy 2 méter magasból leessem a kőre. Uh-huh. De nem ilyen húzóskodás. Jó, kis farkcsontörés, az a jó. Ott fetrengek, nyomorultul, üvöltözök, nincs otthon senki, kúszok, mint szarakonor, üldözt a terminátor, próbálok eljutni egy telefonig, tudod, hogy felhívjam a 104-et, hogy küldjenek mentőt, mert széttört a seggem, apró szilánkosra tört a fenekem. De nem ez történt, hanem körülbelül leértem talpra, de az egyensúlyomat elvesztettem, és egyenes derékkal, mint egy ilyen úszög, így visszahajlottam, mint amikor készülsz lemenni hídba. Igen, mert úgy érkeztem, és így konkrétan állóhelyzetből majdnem lementem hídba. És úgy éreztem, hogy ugye a 2-es, 4-es, 6-os csigolyázik. Hogy innen dinamikusan felugrani, és egy nagyot nevetni. Ha most látnának, és strandol lennék, azt hiszem, hogy mindig így szállok le, nyugalom, nem próbálják utánam csinálni, a nevem veszélyes. Haladó gyakorlat. Ezt nem próbálják utánam csinálni, a nevem veszélyes. Úgy hívnak. Úgyhogy mindig így szállok le a rúdról. Kiabáltam volna el magam, ha mondjuk Almádiban vagyok egy strandol, és mondjuk nyilvános helyen húzózkodom. De nem lett baj egyébként. Én 10 percig nem tudtam fel egyenesen. Aha, mert az ajtó még használható. És látjuk, hogy nincs baj, alig visz mozogni. A lenti ajtó félfát úgy szétnyomtam, hogy az konkrétan a keret egy kicsit szétjött a toktól, tehát mind a két oldalon tönkretettem az ajtót. Szenzációs. Húzockodni ezen effektíve egyáltalán nem lehet. De sportszer maga egyébként jó, csak nem rendeltetésszerű használat, erre mondják. Ez a nem rendeltetésszerű használat. Nem minden típusú ajtótokba jó egyébként ez a fajta. Gondoltam, hogy az én ajtótokom az miért nem jó. Igen. Illetve minek azok a kis rögzítő, ilyen kis műanyag, úgyse tartják meg azt a rudat, akkor meg minek szaragok. Már bocsánat, minek szórakozzuk vele, hogy mit furkálunk ott össze-vissza meg. De vigyáztam, nehogy baj legyen egyébként, mert gondoltam, hogy ha eltettem a számlát, húzózkodom, és fönn van a lábam, akkor a magam alá tettem egy törölközőt, hogyha leesek, akkor az... Hogy ne legyen véres a kő. Vagy legyen mivel fölitatni rögtön. Hogy ne vérezzem össze azonnal a követ.
Tehát, hogy azért erre egy próbáltam odafigyelni. És összehajtottad a tűrcsit, vagy csak egy nem. réteg? Gondolatban egyébként nem a tegnapi edzés érdekeltem, egy nagyon fontos meccsem lett volna ma kettőtől. Aha. Egyébként tenisz tudsz, minden bekészíti, konkrétan nem tudok lehajolni, bekötni a cipőmet. Úgyhogy egyelőre nem tudom, hogy ma hogy fogok kiállni kettőre. Majd ászokkal nyered. Igen. Két és fél órás meccsem lett volna ma délután. Nem tudok járni, úgyhogy... megyek most valami gerinc klinikára, gyerekek, vagy nem tudom, a vajó csontkovácsotok, egy olyan 8-10 hónapra így visszavetettem magam a sportolásba, de nem baj, úgy közlekedek, mint az 50 évesek. Mi a terv? Lesz-e új húzózkodó? Lesz, most kinéztem egy másikat. Persze, figyelj, nem adja föl. A másikat azt nincs féláron átveszem. Tessék? Féláron átveszem. Neked még jó lesz. Ingyen. Még jobb. Nézd meg. Na, tényleg neked a lantok. Ez most sokkal jobban tetszik. Így már azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis. Hát nem tudom, gondolom, se ajtó keretet, a téglán így keresztül ment, ilyen vályokházban. Neked, te befeszíted neked, persze, hogy azért jó. Azért vártam nagyon, hogy a gyerek megnőjön, és olyan magas legyen, mint a Móni, mert így most már nem ferde a húzockodorunk, mert eddig mindig az volt, hogy a vállukra tettem, tudod, és amíg a gyerek kicsi volt, mindig nagyon fél. Nálad a téglába persze, hogy befeszül, hát nálam az összes ajtókeret mahagóni, hát persze, hogy nem tudta a fa meg. Egy beteg gerinc, gerincorvos, gerincklinika, egy megver... Megérte sportolni, tényleg. De nem, az a baj, hogy én sportolok. Uh-huh. Csak én ilyen jellegű dolgokat nem csináltam, illetve de csináltam régebben, jártam edzeni, meg fekve 8-45 fokon, meg egy csomó minden volt. De én nem az szeretem. Az rohadt meleg már, miért mondjuk. Van olyan meleg? Nem szeretem, ez egy, de a saját testsúlyos gyakorlatok, mint tényleg a crossfit ezzel, és nem használsz kettlebellt, vagy mint TRX ezzel, és akkor ott húzod. Ezek nekem bejönnek, tehát ezek jó. Crossfit, igen, ott is vannak nem saját súlyos, meg saját súlyos gyakorlatok, attól függ, hogy mit csinálsz. Kettlebellel dolgozol, akkor súlya. A TRX is ugye a két spárga, és akkor olyan gyakorlatokat csinálsz, megőrülsz egyébként. Tehát vannak jó dolgok ebben, amiket tényleg jól lehet csinálni. A dologhoz várja felében, hogy a dologhoz hozzátartozik az is, hogy én tegnap viszonylag masszív, hát legalább egy ilyen 30-40 percen keresztül így próbáltam neki így összegründolni egy pár olyan tippet, amivel szerintem így belkerülhette volna az ilyen baleseteket. Tehát és akkor így akkorlátosan megírogattam. Tudod, helyesírás ellenőrzés, oké, végig, jó, helyesírás ellenőrzés. Rámutató linkek mindenre. Hát Bert, konkrétan ez történt. 13 óra 35-kor küldted az e-mailt. Hogy én mit vegyek meg miért. Tudod, mi történt 13 óra 35-kor? Riadtan ültem a zöld törölközőn, mert hidalva lent az edzőrészlegben, érted? És görcsös ujjakkal gyújtál a telefon felé, mert túl messze volt. És hívjátok a mentőt! Hívjátok a gerinc klinikát! Tehát fél kettőkor nem e-mailt olvastam, fél kettőkor már végeztem volna az edzéssel, érted? És utána láttam, hogy jó, hát te elhúzózkodó ajtókeretre, húzózkodó felfúrós, érted? Elküldtél 45 fajta húzózkodó dolgot. Ez nem volt köztem, amit te vettél, gondolom. 13 óra 35 akkor hát az ember addigra már végez az edzéssel, már lassan indulok a gyerekére az óviba, hát 13-35. Nekünk van otthon ilyen, én használok egy ilyen típusút otthon, de ezt direkt nem küldtem el neki, mert hát ugye a több éves kapcsolatunkra visszavezetetően és abból kiindul, én sejtettem, hogy ez nem fog működni, nem gondoltam, nem állítom ilyen komoly feladatok elő, hogy felfúrás, ezt hagyjuk. Na, de az viszont jó téma lehet ebből kiindulva, hogy kinek milyen olyan sporteszköze van otthon, amit nagy fellángolásból megvet, majd ő elkezd edzeni, majd ő most aztán elhatározza, hogy csinálni fogja, és azóta se nyúlt hozzá, azóta is ott rohad. Hány női hallgatónk vett meg olyan evezőgépet, és fogadta meg, hogy január 1-től beleülök, és úgy fogok evezni, mint kőbárita, és mit tudom, májusban is a rohadt poros az evezőgép, és meg kéne tenni. Nagyon jó rájuk. Hány egykezes súlyzó, áldogál férfi hallgatóinál, akik úgy mentek be a sportáruházba, hogy na most két 10 kilósat és olyan bicep sem lesz, mint Arnoldnak, egyet beleúztak, letették, arrébb gurult, a nagy belerúgott egyet, soha többet nem nyúltak hozzá. És vagy féláron eladod. Az a legjobb. Volt egy nagyon kedves haverom, aki vásárolt, annak idején, ez figyeljetek, nagyon régen volt, az a 93-94 környékén, és valami hihetetlen horror áron megvetettek vele egy német ilyen konditermi cuccokat gyártó cégnek az edzőközpontját, amin aztán minden volt, tolockodó, húzockodó, itt tudom, egy csigás szerkezet, lehetett rajta fekve nyomni, lábemelés, minden volt benne, megvette, és azt mondta, hogy na most.
A namosból az lett, hogy 3 év múlva adta el, úgyhogy ki sem volt csomagolva fél áron. Igen. Igen, és ugye és ebben az a jó, hogy azon hallgatóink is írjanak, akik a párjuk eszközeit kerülgetik, és végignézték, hogy megvilágosodik, ahogy én tegnap, na gyerekek, itt van, most gyerekek, most úgy bevásárolok, hogy megőrülök, annyira bevásárolok, és ott kerülgetik a rohadmányos húzózkodógépet, az a rohadt lábevező, vagy izé lábtárogatógépet, amit egyébként én is kerülgetek. Mina? Hát úgy tárogat az asszony, csak úgy nem veszed észre. Egyébként egyszerűsz rá, ne hűítsél már. Tessék? Ja, nem kerülgeted. Nem kerülgeted. Ránézel, úgy, te úgy edzel, hogy ránézel. Hát úgy megyen, beülete. Hány fekvenyomó padot kerülgetnek női hallgatóink? Tessék? Kondigép irigy vagyok. Én hát, vagyok kondigép irigy. Miért csinálod ezt? Miért vagy ilyen? Figyelj, mert kerülgetni kell azokat a rohadgépeket. Van otthon egy ilyen ellipszis trénerem. Ne adjam át oda nektek, akkor elfér. Te is megvilágosodtál? Nem én. Ja? A család. Béka? Vicces, de már vagy 2 éve ott áll. Kell ellipszis tréner. Nagyon jó. Tudod, mit vetetett meg velem, amit egy évig kerülgettünk? Tudod mit? Látta a tévéshobba, állj rá, fogd meg, mint egy kormány. És majd ráz. Nem ráz, nem, az van, az is ráz. Egy gyerek néha rá, az ízét csapatja magát. Igen, meg tejhabot hamosítotok rajta. Igen, nem azt egyébként azt. Rózsaszín, azt mondja, az tévedés. Aha, rózsaszín, megvetettem, mert néztük ezt a rohadt teleshopot, rózsaszín. Már érdekel a gyerek miatt, nem mond tovább. Tudod, van egy ilyen kormányszerű állvány, azt megfogod, és a lábadat rárakod 2 ilyen rózsaszín papucszerűre, és kibecsúszkálsz rajta ilyen félkörébe. Egy ívelt sinen. Mondom, Viki, ránézése rohadt gagyi, ránézése, semmilyen izmot nem mozgat meg. De, hogy azt vegyem meg. 2 évig állt a másik lakásba az erkélyen, összehajtogattam, ágy alá tettem, megpróbáltam rásózni olyan barátokra, akiket már kevésbé szeretünk. Mindig visszahozták. Most tudtuk eladni 1 éve, mert hogy tudod, és a lapra hajtogatható, ágy alatt tárolható. Hát, igen, ez látta, hát ez a vonzred. Ez kell neki. Most fog egy nagyot edzeni, mondom, Viki, lát, ez egy sportolók, ide felejtel. Ha elmegy a kedve az edzéstől, az ágy alatt nem látja. És ez a reklám, hogy tegye be az ágy alá. Mondom, ne, na azt kerülgettük 3 évig. De az legalább tényleg berakható volt az ágy alá. Úgyhogy te is kerülgeted otthon az ellipszis tréner? Nagyon jó lehet rajta tárolni dolgokat, tehát táskát például föl tud akasztani, ha ezért a fogójára lehet rá terigetni, és a hátsó lentkerék azt nem fölhajtható, hogy kisebb legyen, így 2 méter, hogy összehajtod, mert profit kell venni. Hát, figyelj, ezt ne vegyünk már olyat, amit tudod. Hát érted, én nálunk egyszer. Én emlékszem egyébként a sztorira, mert annak idején ezt így behoztad, és én mondtam is egyébként, hogy az ellipszis tréner egyébként iszonyú jó. Iszonyú jó gép, ez csak nem értettem, hogy abba a tudomásom szerint nem túl nagy lakásba. Hát egy 60 négyzetméter. Hogy egy ellipszis tréner az egy pici helyet elfoglal. És a 320 a nappaliban van, az a dísz. És ráadásul a Feri, tudom, Feri nem egy igénytelen típus, tehát ő tényleg utána is nézett, hogy ez egy prémium minőségű berendezés legyen, és egy olyat is vett, érted? Igen, ez olyan, mint amikor a szobabiciklit kerülgeted, megőrülök. Én néha kínomban ráülök, tekereket, hogy gyűlölöm, belerúgnám, ha már ott áll, legalább szép legyen. Tehát néha ráteszek valami kabátot vagy zakót, ide, ami ki azt mondja, használja. Tessék? Nem akarom elvinni, ne stresszelj, nem fogom elvinni, csak gyűlölöm már. Egy hülyébb dolgot, egy rohadt ronda szobabicikli, tényleg. Át tudom adni a miénket. Jó, az, amikor már tele van a fregoli. Akkor jó. És olyat kell venni, azt mondta mester, a lentkerék nagyon fontos. Tehát a miénk 140 kiló. Mert azt mondta, ez a jó. Azt mondta, hogy a lentkeréknek olyannak kell lenni, Ferike, hogy az nagy súlyú. Megvan, 140, igen. Mozdítani nem bírom. Esélytelen, igen. Na jó van. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, ki mit kerülget, jó? Mit vett a ti párotok nagy fellángolásból, soha nem nyúlt hozzá, egyet edzett vele, azóta ott rohad a lakásban, gyűlölitek, kerülgetitek, de nem tudjátok egyszerűen megértetni a párotok, hogy adja el, szabadulja meg tőle, mert úgy érzi, hogy egyszer még kicsit magának is hazudva sportolni fog, és akkor az eszköz nagyon fog kellene. Jó, ki mit vett már meg, amit nem használ? 3 perc van pontosan, 7:30, jövünk egy zene után. 3:48 lesz pontosan, 4 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. M7-es autópályán, a Pákozdi pihenőben, Nagykanizsa felé, Matrica Kontroll, Endre a pénzszállító küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Valamint van egy trafing Csornán, szokásos módon a Farát felől érkezőket mérik, ezt Joci küldte, Joci, köszönjük szépen. Budai alsó rakparton, mint mindig most is, lassabb egy picit a haladás, és a Margit híd alatti rész még mindig nincsen kész. Mérnek Budapesten a 13. kerületben, a Béke úton, a Vasaspálya közelében, ezt Feri küldte nekünk, valamint Csornán, a Laktanyánál, a Sopron felől érkezőket szintén mérik.
a jó öreg fehér Seatunkból. Hát ez is már egy régi történet. Fihet. Szerintem a farád belterületen mérő trafi, hogyha egyszer ott megszűnik, biztos, hogy lesz emléktábla, amit a rendőrnapon mindig megosztunk. Állt! Farád és Csorna, a két trafi, a transportel, meg a fehér autó. Ezek az... fogalma. Igen. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember fellángolásból elmegy sporteszközt vásárolni, és aztán a család többi tagja hosszú éveken keresztül kerülgeti anya szobabicikliét, apa evezőgépét, egykezes súlyzóját, kettlebelljét, vagy bármi olyat, amit azért vett, hogy hú, na most aztán felgyúrom magam. Mert látta valahol, hogy na, ha valami, akkor ez működik. Ha valami egy hét alatt látható eredmény, napi 5 perc. Igen, most felizmosodom. Felkiáltással apa, anya bement egy sportszeráruházba, ahogy tettem én ezt tegnap, és ugye vásárol valami olyat, amit nem is igazán gondol át, vagy az a lelkesedéstől nem is nagyon látja saját magát, és azt hiszi, hogy ezt éveken keresztül fogja csinálni, és aztán kiderül, hogy két alkalomnál többet nem is nagyon használta. Hát nagyon jó SMS-ek jönnek, hogy ki mit kerülget, ki miért utálja a párját, és ki mit vett úgy, hogy a büdös életben kettőnél többet soha az életben nem használta. Az asszonyon szoktam fekve nyomni. A Porsche fogja, elrakni is tudom, és még kerülgetni se kell. Ez V küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán barátnőm kapott egy említett ellipszis trénert, felcipeltem a harmadik emeletre, ő nem segített, mondta még gyenge, majd ettől megerősödik. Szép dísztárgy lett a nappaliban. Igen, azt mondja, hogy nem csak sportszerek, Rubin Tréka, Bíróica, Norbi DVD, na ez nekem mind megvan. Valahogy, amikor úgy gondolom, hogy tornázni fogok, sajnos meglátom mellette a Mamma Mia-t, vagy a Micsoda nőt, azonnal meggondolom magam, és inkább egy csoki kíséretében romantikázom, és megmagyarázom magamnak, hogy a lelkemnek kell a kényeztetés. Ildi, üzente ez nekünk, köszi. Az én páromnak a létező összes gép megvolt már, a csúszkálóstól a tekerősön át a rázogatósig, egy percet sem edzett velük, viszont remek szobainasnak bizonyultak. Edzeni én edzettem velük, mikor lefelcipeltem őket a másodikról a pincébe, rohadt nehezek, súlyzónak meg drágák, üzente Gábor. Telesoppos kockahas gép nélkül nem lehet élni. Négy lábujjamról rúgtam már le a körmömet benne. Gabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szoba kerékpárt keresek, mindegy milyen színű munkába járáshoz kell. Nagyon jó. Nekem van egy szoba kerékpárom, lelkesen tekertem, de mióta férjhez mentem, ruhatárolásra használjuk, tekerni nincs idő. A poén az, hogy a férjem lelkes kerékpáros, vett egy igazit, azt mondta, a régi bringát nekem adja. Már előre félek a tekeréstől, mert mi olyan helyen lakunk, ahol nincs vízszintes. Judit küldte nekünk. Az én uram vett egy csúcsszuper Arnold gépet, és az egyik melléképületet berendezte magának, konditeremnek. Konkrétan két alkalommal volt benne, de akkor sem izzadt meg. A haverjai mondták már neki, hogy járjanak már át néha edzeni, mire ő azt szokta mondani, hogy majd elkezdem már én is, és akkor edzünk együtt. Az igazi önállítás, nem? Közben gyülekeznek az edzőtermében az egyéb máshova nem férhető lomok, lassan be se tudunk lépni, nem hogy edzeni. De van egy szuper Arnold gépünk, írta nekünk egy hallgató. A szobabiciklin gyakran tároljuk a motoros bukósisakot, vicces kedvű szerelők megjegyezték, hogy ennyire veszélyes. Ennyire veszélyes a szobabicikliséggel megyünk. Jó. Hát ezek nagyon, nagyon jó SMS-ek, igen. Itt van velünk Kata. Kata, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Na, ti mit tároltok, vagy mit vettetek nagy felindulásból? Hát velem a férjem kb. Mindent megvetett, van már ez a kockahas gépünk nekünk is, van fekvenyomópad, mondjuk azt tovább megszabadultunk, evezőpad, akkor ilyen kis kézi valami, amivel fekve kell nyomni, vagyis ilyen fekvőtámaszokat, mert az nagyon fontos volt. Hát van, bordásfalunk szétszerelve a pincébe, kb. 6 millió edzős ez a mindenféle fehérje, porok, vitaminok, szerintem a fejem már le van járva. Nagyon szeretett volna elmenni edzőterembe, megvettem neki 10 000-ért a bérletet, egyszer ment el. De a képeket ő veszi magának. Meg? Tehát ő veszi magának? Tehát ő hazudik saját magának, hogy majd most elkezdek edzeni? Persze. Hát kinézi én meg, ugye, mivel szeretem, megveszem. És a bérletet azt az előtt kérte, hogy ezek otthon lettek volna, vagy miután otthon volt az egész cucc, akkor mondta, hogy akkor most szeretnék egy bérletet, egy konditert. Nem, mert minden otthon van, mert ez minden otthon van, és akkor mondta, hogy az egyik barátja jár edzeni, és hogy ő itt szeretne elmenni. Megvetettem vele sunyiba ugye a bérletet, 10 000-ért mondom, egyszer elment vele, akkor kinyírta magát teljesen, tehát a dobot nem tudta felrakni a szekrény tetejére. Ez ismerős, úgy mozgok, mint aki nagyon vertek, konkrétan alig bírok kimenni. Igen. Utána berendeztek az egyik lépcsőházba a pincébe egy ilyen házi konditermet, és ugye oda jártak le egyszer-kétszer a haverokkal. Sörözni. És akkor a játszótéren az anyuka kérdezte tőlem, mert ő ott lakik, hogy nem-e tudom, hogy mi van a pincébe, esetleg droglabor. Igen, mint a breaking, mint a breaking. Senkinek nem mond el.
Senkinek nem mondta edzenek, igen. Kata, köszi, hogy elmondtad, ciao, puszi. Sziasztok. Hello. Eladó a cucc, bocsánat. Megvenni? Ne dőj be. Ne dőj be az asszonykádnak, biztos, hogy nem fogja használni. Szerintem tök jó kezdeményezés lenne egyébként, ez így, hogyha valakiben van egy kis ilyen lokálpatrióta vonás, hogy az összes ilyet, mondjuk egy kerületben, az összes teljesen feleslegesen megvásárolt kondigépet, amit soha nem használtatok, nem is csomagoltatok ki, azt egy helyen összegyűjteni, ez lenne a home gym. Minden kerületben lenne egy ilyen, és ingyen használhatja. És biztos vagyok benne, hogy iszonyatosan felszerelt gymeket lehet. A feleségemnek vettünk egy erős paprikás hasgépet, az áruházban 15 percet beszéltünk neki, hogy persze megvehetjük, mert csak hezitált, mondanom sem kell, nem volt olcsó, nagy hével neki esett, kb. Másfél hétig csinálta, izomláz, elkeseredettség, leállás, azóta én néha-néha dolgozatok rajta, de kiméletesen, mert gerincbeteg vagyok. Jól néz ki a falnak támasztva. Egyébként Henti küldte nekünk. Balázs, 5 házzal arrébb rakunk tőled, márkás húzockodó szerkezetünk van, bordásfalra rakható, a férjem évek óta edz ezen, ha gondolod, szívesen segítünk. Na, akkor hát is tudsz járni. Edzünk együtt a férjeddel. Judit asszonyhoz, igen. Otthon porosodó, jó állapotú, komolyabb taposógépet keresek, egy nálam porosodó legmagicért cserébe. Ajándék portörlővel. Ajánlatok win-win jeligére. Az ajánlatokat a win-win jeligére várom. Szobabicikli, a törölköző sztárító, a lépcsőház réme, mert heti rendszerességgel rugom szét a lábom benne, az egykezes súlyzó súlyai a legjobb ajtó kitámasztói. Mind nagyon kellett egyébként, írt egy hallgató. Itt van egy másik hallgatónk is. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Szia. Na, ti mit csináltok? Hát a férjem az nagyon lelkes volt. Igen. Úgy gondolta, hogy a pocakot azt konkrétan lecsökkenti. Hát haverral elmentek edzőterembe, majd ott nyilván a pultos kislány mondta neki, hogy feltétlenül kellene fehérjeport fogyasztani ugye a ségformájában edzés után, mert a hatás az úgy lesz az igazi. Na hát a férjem nagyon lelkesen egy olyan jó 20 kiló porral hazaállított, 47 négyzetméteres lakásban lakunk. Nem azt mondom, vedd ki 20 kiló fehérjeport azonnal. Úgy az olcsó, nem egy kilót veszel belőle. Nagyon jó, nagyon imádom. Ugye, és hát rengeteg doboz, ugye én közben babát vártam, hát ugye tele volt a lakás mindenféle dologgal, majd utána, amikor megszületett, ugye kb. 4 alkalommal még volt, nem mondtam, hogy azért szükség lenne azért a segítségére, és akkor természetesen erre hivatkozva ő is úgy gondolta, hogy az edzés akkor innentől kezdve abba maradt, de hát a por az maradt a lakásba. Majd innentől kezdve, hát amikor kertészkedett, vagy bármiféle fizikai megterhelésnek tette ki magát, akkor tolt egy fehéreséget. Nyomorult, a füvet. Most megiszom a fehérségemet. És ez így történt. Annyit kivett belőlem ez a rohadt locsolás, hogy tolom most egy. Most felporciózom a gyerekszobát, addig készítsd el a sékemet. Jézusom, megamasz 3000-et tolok gyors. Jézusom, de kemény. Bepakolt a mosogatógép, akkor indokolt volt a ségfogyasztás. És hát nyilván elosztogattuk, meg odaadtuk ismerősöknek, meg testvéremnek, meg aki komolyabban gondolta ezt a történetet. Azóta elfogyott, de hát költözünk is nagyobb házba, hogy nem tudom, mire számíthatok, mert a gyerek lassan ne enged fehérjeport, ne enged. Ő nagyon jó arc, megmetszettem az aranyesőt, tolok kicsit. Igen, nagyon kemény. Hát most hát egyébként finom is. Egyébként nem rosszak ezek a ségek. Igen, Reni, köszi, hogy elmondtad, kitartás. Köszi, ciao. Hello. Vettem a párom uncolására 2 éve egy futógépet, mert a Dunaparton nem akarja égetni magát futás közben. Na, ehhez képest, ha jönnek a vendégek, ott szoktak futkorászni rajta, párom pedig lelkiismeretesen törölgeti a port róla. Ezt Robi küldte nekünk. Egyik kedves barátom vette egy fekvenyomó padot, hogy ő majd Stallone lesz. Egy hónap múlva meglátogatom, látom rajta száradnak a zoknik és a pólók. Kérdezem tőle, ennyi volt a gyúrás? Erre, bátya, él lélekben már Stallone vagy. 3 éve volt, ugyanúgy ruhaszárítónak használja a mai napig. Ez Viktor küldte nekünk. Nekem a haspadomon csak a gyerekek csúszdáztak, azóta felnőttek. De a haspad még mindig ott van. 6 éve vettem hirtelen fellángolásból egy több funkciós kondigépet, csak azzal nem számoltam, hogy a lakásban sehova nem fér el. Azóta is a pincében vár rám bontatlanul. Egyszer lesz egy nagyobb lakásom, a remény hal meg utoljára. Balázs, mi a bordásfalat a garázsban ruhaszárítónak használjuk. Nagyon praktikus.
Jó kezek egyébként. Majd igen. Jó masszív fregoli. Két éve karácsonykor kaptam az öcsémtől egy kettlebellt, azóta nagyon jól működik, mint ajtótámasz. Tavaly karácsonykor újra be akarta csomagolni, és a fa alá tenni, végül nem tette, csak szolidan figyelmeztetett Anita. Te használsz ilyen kettlebelleket, nem? Te igen, dolgozol igen. Ezekkel is. Azok egyébként jó tudsz, csak azokat neked tanulni használni. Persze, azt nem szabad úgy használni, nem szabad. Csak az ember megnéz egy-két videót, el kell menni szépen egy kis egy trénerhez, egy mit tudom én, egy személyedzőhöz, igen, és ez a füles bowlingó, a füles bowling ágyúgó, és akkor egy két hónapon keresztül. De az azért egy rossz mozdulat, és véged van. Tehát, hogy berakod magad mögé, beengeded, azonnal véged van, igen. Meg ráadásul nagyon sokan állítják magukról, hogy ugye értenek hozzá, nem feltétlenül értenek hozzá, el kell menni egy strong first edzőhöz, és akkor ők értenek is. Futópadot vett anyám két éve, hogy majd elkezd futni esténként, két éve folyamatosan a vasalt ruhákat szokta rátenni, azóta se fut. Az én 10 kilós súlyzom már csak 5 kiló, mivel megette a rozsda. Kaptuk ezt is SMS-be. Jó, gyerekek, akkor azért látom, hogy nincs nagy baj. Szóval, hogy nem, itt vagy azért nem vagyok egyedül ezzel, de nekem már Jani átveszi a kis húzózkodó rudamat, úgyhogy én ezt ingyen odaadom neked. Hova teszed? Nem tudom, mert neked van ilyen. Van, de úgy csinálom. Minden ajtóban hogy... legyen egy. Egyébként... Ugye bárhol rádjon az edzés, csak... Hát 4 van. Az nagyon kell. 4 van. Van egy... De fölszerelve van 4 ilyen van, rúd. Igen, mert úgy van, hogy nekem a bordásvonalon is van egy ilyen mobil, amit rá lehet csak akasztani, van egy tréningbordom, ami a mászáshoz kell, mert olyan a felület, vagy ilyen szemcsésebb, ilyen kőszerű felület, őrület. Meg van két ilyen ajtókerek a szerelhető húzat. Na, hát akkor ezt nem adom oda. Odaadom Ferinek. Neked hát jó lesz, hogy mákot törni vele, vagy valami. Arra van a jobb eszköz. És figyelj, ez állandóan fönn van, és éjszaka, amikor kibotorkálok, akkor beverem a fejem, vagy ezeket leakasztod az ajtókeretből? Tudom, hogy úgy képzeled el a házunkat, mint középföldön egy ilyen kis hó. Itt lakok, de hogy nem vered be a fejed. Van belmag. Ha te kézzel mész vécére, akkor beleakadsz. Ami alatt te elférsz, én nem. Csak mondom is ez. Tudod, amikor kimegyek egy kis tündekenyérére, szaplatok. Na játszunk, Kóven bácsival és Bérú nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakuk vidám szomszédai. Kóven bácsi és Bérú néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, srácok! Szia. Jó reggelt! Hello. Jó reggelt! Hello, Magdi, honnan hívtál minket? Szia, Idrányból. Idrány? Igen, Nyíregyháza. Nyíregyháza környéke. Mit csinálsz? Hát most éppen a 10 hónapos kislányommal játszok. Ó, hogy hívják? Alexandra, 10 hónapos. Uh-huh. Igen. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulini. Figyelj, Magdi! Oké. Okay. Aha, tehát valahol vannak. Ez egy sorozat lesz, de nem mondom el milyen sorozat, mert sokat segítenénk vele. Figyelj, jön egy rövid részlet. Még egyszer kérhetném? Persze, mutatjuk, figyelj. Csenkes kapitánya? Nem. Segítünk akkor, ha már ilyen hirtelen rákérdeztél. Ez egy mese. Jó? Mese? Oh. Igen. Hallgass meg még egyszer, figyelj! Kivesszük a bögrét, jó? Jó. Hosszabb részlet jön, figyelj! Nem volt sokkal hosszabb. Nincs meg? Nincs, sajnos. Hallgass meg, most egy nagyon hosszú jön, figyelj, be fog ugrani. Nincs meg. Ó, nagyon szerettem pedig. Nincs meg? Na, megmutatjuk nincs. Akkor végig. Hát, ha beugrik. Két kakas játszotta benne a főszerepet. Kocsodá, tojásból ez a csodá. Igen. Cifra, tollaska, pirgáló, egyetek. Zseni volt. Ez lett volna. Nem ugrott be? Nem. Nem ugrott be. Nem volt könnyű. Nem is kereszteni. Igen, amikor elkezdenek énekelni, ott már nagyon jellemző, tehát ki is mondják, de addig egy picit nézem. Hát, sajnálom. Talán majd harmadjára nyerek. De már játszottunk valahol? Hát januárban, igen. Tényleg? Én kezdtem az Óven bácsit. Ott se? Év után. Igen, ott se sikerült sajnos. Na jó. Akkor se. Hát nem adott föl. Nem, természetesen nem. Magi, az, hogy jó lett volna, most nyári vasárnap lesz a szülinapom, de hát így jártam. Akkor marad az ajándékvásárlás. Ciao. Hello, Magdi, ciao, köszönjük. Hello.
Nem, nehéz volt? Nehéz volt. Nem? Egyébként, ha már elindul, akkor már könnyű, igen. Azért ez egy legendás rajzfilm volt. Én imádtam, rettenetesen jó volt. Kopasznyak volt a kedvenc, aki mindig jött, és ő generált az összes balhét. Igen, mindenbe belerágott. Na, azt hiszem, hogy Caruso. Enrico Caruso. Fürdőnadrág. Megyünk megint a vízbe, apa! De ha lila a szád kijössz... Mindenképpen! Ha lila a szád kijössz, na gyere! Fogd el a kezem! Jaj, a víz! De jó! Na gyere ki a vízből, lila a szád! Mi ez? Elvisz a hullám, vigyázz! Jaj, Istenem! Annyira jó, hogy kiasztál, veszem át a cukrot is! Na gyere ki, de büdös kölök! Miért legyünk vízi-vízi-li? Hülye, tengeren vagyunk, ott nem lehet! Tiszta olaj ez a madár. Tiszta olaj. 3 perc van pontosan 8 óra Tóth Gáborral. Folytatjuk Ákos idejutem. 8 óra múlt, pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Itt vagyunk a klasszon egy jó kis AC/DC után. Hát ezt szeretjük. Szeretjük a klasszikusok mindig jól esnek. Egy klasszikus AC/DC. Így van, jön a jó idő. Már szerintem többen látják, érzik. Búcsúzunk az esőfelhőktől, gyerekek, úgy néz ki, hogy hetekre, hát az kicsit talán túlzás, de egy hétre előre láthatólag napsütés, jó idő hétvégén, nyárias meleg, 29 fok, szabadtéri programok, grillezés, baráti társaságok gyülekezete, minden lehet, mert hogy jó idő lesz, ma még néhány helyen borult lesz az ég, holnaptól viszont már mindenhol szikrázó napsütés. De jó ez lesz jó hír, az. Ez rá egy hét után, ez most ránk fér picit, hogy újra átmelegedjünk, nem volt túl jó idő. A négyes úton mondjon? Ökörsütés, plepényevés. Merekedés. Bármi. Ismerek egy típusú ökörsütést, nem tudom, a Feri szerintem más típusú ökörsütést ismer, mind a kettőt nagyon szeretem. Azt is? Nekem az szimpatikusabb amit most már, ismerek. Amit te ismersz, az a Feri, az már, most már nem. Igen, ez egy slang, ugye, a szexben az ökörsütés. Akik tudják, miről beszélek, azok szerintem mosolyognak, másoknak ez talán kicsit. Nagykorúak nézzenek utána. Nagykorúak nézzék meg, mit jelent az ökörsütés. M7-esen 132-es kilométernél mérnek, dia küldte nekünk. A 4-es úton Abony után Szolnok előtt a 95-ös 96-os kilométer között lévő dupla parkolóban kontrolloznak a rendőrök és a katasztrófa védelmisek. Aztán lerobbant kamion mögött van egy trafi az M3-as bal oldalán a 185-ösnél, egyszerű ember küldte nekünk. Na, ez nagyon szép. Egyszerűs őszinte. Egyszerűs őszinte, egyszerű ember küldte, igen. Valami trafi Csordán Farát felől érkezőket mérik, Joci, és a Pákozdi pihenőben Nagykanizsa felé van egy kontroll, Endre a szállító küldte nekünk. Köszönjük szépen. Csornán a Laktanyánál a Sopron felől érkezőket mérik, Fehérszeádból ez most jött, és Kerecsenden Eger felé szintén fényképeznek. Na, és hát még mindig jönnek az SMS-ek, a nem használt súlyzók, a kevésbé használt kondigépekről, és minden másról nagyon jók jönnek. Valaki azt írja, ezt nagyon szeretem, csak egy utolsó. A lejárt fehérje porok nagyon hasznosak pecázáshoz, etetőanyagnak. A keszegnek és a pontyoknak ez ellenállhatatlan. Főleg az eperízű. Na, tessék. Hogy mire jó, ha az ember elkezd gyúrni, majd abba hagyja, mennyi mindenre lehet használni. Egy ilyen használatboltot nyithatnánk, szerintem meglennénk vele egy 40 évre. Szerintem tényleg valamilyen ilyen jelképes összegért, hogyha ha bérletet vehetnél egy olyan konditerembe, érted, minden kerületben lehetne egy ilyen, ahol tényleg csak az ilyen lejárt szavatosságú, soha nem használt, mások által megvásárolt, de egyáltalán kisebb csomagolt kondigépekből összeraknánk egy gymet, minden biztos kerületben működik. Lehetne egy ilyen. Imádnak az emberek. Jó, azért nem most rajtam teli szájjal rögtetek, hogy tegnap rám szakadt a súly, a húzózkodó rúd, és úgy álltam érted, mint egy folyékony mimetikus polialoid, a folyékony fém, hogy ilyen úszögbe hátra meghajoltam, de azért teszem hozzá. Pont egy hete. Igen? Amikor a véreredményt teszteltük. Kinek lett a legjobb a véreredmény? Kinek lett a legjobb a véreredmény? Hát van az úgy, hogy a tudomány is téved. Sajnos ez az így. Mert úgy hívják Balázs. Így van. Igen, csak hát a véreredmény meg a... Fölszerelés nem. Hát igen, ez de nincs egy, nincs egy, bár egymással párhuzamban a hogyan szakad rád a húzózkodó gép, igen, a véreredménnyel. Na, mindjárt büszkélkedünk a mi Gáborunknak, mert hogy megérkezett hozzánk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe Balázssal.
Gábor! Hello! Gábor, Gábor! Szerusztok, jó reggelt! 1000 éve nem láttunk te, csodálatos férfi! Gábor, tényleg a múlt héten... Hát a rádióra múlt hét csütörtökön, mert hallottam, hogy megnézték a vér. Cseppen. Bizonyám. És hallgattál minket, nem voltál, ugye magad helyett küldtél valakit, ezt nagyon-nagyon szeretük, csináltunk ilyet, ha még van ötleted, és hallgattad, hogy magát a vizsgálatot? Én a kocsiból hallgattam, igen, és izgultam, hogy mindenkinek jó legyen az eredménye, főleg Ferinek. Figyelj, tök jó, mert azon, hogy Jani helyreállítható, a Balázs csodálatos, nekem pedig volt egy pici vér az alkoholomban. Figyelj, semmi baj. Nem akarom Ferit cinkelni, de nagyon jó volt a mondat, amit hallottunk a dokitól, hogy belenézett, és mit mondott még sokáig? Ajjaj. És így belenézett a mikroszkóba, tekert rajta, és azt mondta, igen, ajjaj. Biztos rosszul lát. A rosszat nem szívesen mondom, de nem. Igen. Viszont Ferénél az el kell mondani, hogy ez a kevés vér, ami volt az alkoholjában, az alkoholnak köszönhetően nagyon tartós. Ilyen. Nagyon tartós. És Balázsnak lett a legjobb. Balázs nagyon jó lett. Nem csalódtunk a Balázsban. Jó, de ő mondjuk otthonról hozta, tehát most azért bármi lehetett. Ferinél megállapították az extrém túlterhertséget a májra. Nagyon szépen dolgozik. Azt mondta a doktor úr, hogy ilyen májat régen látott már, ami ennyire szépen dolgozik. Tehát látszik a vérben. Igen, itt ment ki Feri a stúdióval, meg folytat, hogy ahhoz képest, hogy folytatta, de ezt már nem hallottam. Egyébként hát gyerekek, igen, kiderült megint, hogy mozgás ide-oda, persze az ember így esportol, asportol, de kaja 80%. Szóval, hogy mennyit eszel, miből eszel, hogy eszel, édesség, a krumpli pilipor, aha, király vagy. Porog. De ehet sport is. Ha mellette semmi más szemetet nem eszel, havi egy porra nem áll. Ha minden nap havi porokat egy eszel. Nem. Havi egy nézzétek, egy szerintem ez nem szégyen, mert ezek az állapotfelmérő, főleg az ilyen pontos állapotfelmérő metódusok és technikák arra jók, hogy az ember rájön, hogy valamit változtatnia, és akkor az irányokat megszabja. Tehát, hogyha azt mutatnák ki a készülék, hogy tökéletes vagyok, vagy tökéletesek vagytok, akkor nincs mit változtatni. Tehát ebben pont az a jó, hogy gondolom adott néhány tanácsot nektek a doktor úr, hogy mit, hogyan, Ferinek is, Janinek adott is van. Adott volna, ha még itt maradok. Ja, értem. Hát van mit változtatni, igen. Rendes volt. Na, mi újság, Gábor, hogy vagy? Köszönöm egyébként szépen, minden oké? Hatalmas változások, formálódások, reformok vannak az országban. Járok, kelek a... Ne politizálj. Igen, igen, a kis életmód központban is, ahol járok előadni és tanácsadni, ott is, ahol meghívnak, nyugdíjas klubokba, művelődési házakba, rengeteg kérdés van, margarin, vaj, kókuszsír, mit egyek, merre van a WC? Mennyi vizet igyak, mikor egyek gyümölcsöt, pároljak, nyersen egyem, a bio, a nem bio. Ezek még mindig kérdések, ez a vaj, margarin, meg a... Tehát, hogy van ember, akihez ezek még nem jutottak el. De érdekes, igen, nem? Igen. De mert hogy ezek alapvetések, az, ugye már igen, mi is... Igen, vannak változások, ugye ezt beszéltük. Tárgyaltuk. Igen, igen. Tehát azért eltelik 2-3-4 év, azért megváltozik egy összetétel, egy gyártás. Tehát szerintem jó visszatérni egy margarin kérdéshez, egy vaj kérdéshez, változnak az idők. Hát most már ez a margarin is annyira vészes, nem? Hát most, amit simán rákensz a gyereknek, nem? Hát nincs hidrogénezés. Ugye nincs hidrogénezett növény is, érted? Hidrogénezés. Azért ezek most már azért tényleg jó termékek, vagy nagyon fejlődnek. De a transzsír kérdés is jó részt megoldódott, tehát azért vannak változások. Mondjuk egy kedvenc az a margarin reklám, ami egy olyan terméket forgalmaz, amire azt mondják, kb. Nem tudom pontosan a szlogent, nem is akarom mondani, hogy már majdnem olyan, mint a vaj. Igen. Tényleg? Már majdnem baj. Igen, valami vajszerű, vagy valami ilyesmi, de hogy ahhoz hasonlítják. Tehát, hogy ők is jó irányba haladnak, lassan vajjá változnak. Na, amiről ma beszélünk, ezt nem is tudom, hogy hagytuk ki idáig, de fontos, és nyilván megjelenik egy csomó cikk ezzel kapcsolatban, ezen cikkek egy része persze a rémhír kategóriába sorolható, de mindez idáig nem beszéltünk róla, mégis kell. Kezembe akadt egy cikk, és ezeket azért én mindig fenntartásokkal kezelem, esetre érdemes elolvasni, és ez adta aztán az apropót, az ötletet, hogy beszéljünk róla. A cikk arról szól, hogy mérgezés folyik Magyarországon, hát ugye erre már ráklikkelsz, elolvasod, halált is okozó betegségek, káliummal mérgezett só az üzletek polcain. És akkor itt hosszan taglalják, hogy hát tulajdonképpen kétféle só létezik, ugye a cikkből kiemelve egy-két részletet, az egyik a testünk megfelelő működését segít elő, a másik, amely súlyosan károsítja, és hát ellenmondva a magyar szabványoknak bizony tele vannak a polcok olyan sókkal és olyan termékekkel, ami ugye mérgezik a magyar lakosságot. Sóval akarnak bennünket. Tehát a kérdésünk az, Váci Gergősen, hogy vajon akkor ezekből az információkból kiindulva, kedves doktor úr, mi veszélyben vagyunk-e, vagy sem?
Így van. Olvastad ezt a cikket? Ezt átküldte neked. Igen, a Juli, kérdeztem, hogy küldje át. Évek óta egy ilyen neurálgikus pont az országban, hogy ki akarnak minket írtani, és végünk van, de nem igazolódik. Ugye ez egy ilyen, hát egy ilyen kvázi összeesküvés elméletnek a része, és mindenki maga döntse el. Ugye az OET ki is tette anna a honlapjára, végigvizsgálva a különböző hazai konyhasó, jódozottsó, tengerisó és egyéb termékeket, hogy ez a veszély nem fenyeget. Tehát igazából nem igaz az a hír, hogy tele van káliummal. Van benne valamennyi kálium, a törvény szabályozza, bizonyos szint alatt kell legyen a kálium, ugye a nátriumkloridban. És a kálium só egy külön világ, amit ugye, amit külön gyártanak, az egy drágább eljárás, de a forgalomban lévő nátriumklorid, konyhasó alapvetően nátriumot tartalmaz, viszont van egy nemzeti sócsökkentő program, vagy stop só program Magyarországon. De az a mennyiséget csökkenti, ugye, hogy minden kevesebbet használjunk sóból. Igen, tehát régen rossz lenne, hogyha itt tele volnánk káliumozott sóval. Most azt írja ez a cikk, hogy a nem megfelelő tisztaságú sófogyasztása hatása van az idegrendszerre, az érzelmi állapotra, az alvásra, a rákos megbetegedésre, a csontritkulás, a keringés, szívprobléma, a vérnyomás, cukorbetegség. Tehát, hogy vagy mindezek előidézője is lehet, és hogy a tiszta sóra kellene nekünk váltani, és nem szabadna hagyni, hogy mérgezzenek bennünket. Most ha valaki ezt ilyen egyértelműen leírja, hogy mérgeznek bennünket, és a magyar lakosságot ki akarják pusztítani, akkor azért az ember tényleg mindig azt, hogy jaj, gondoljuk át azért, hogy ki mérgez bennünket, kinek lenne az érdekes, miért akarnak bennünket megmérgezni, de valóban lehet olyan, hogy az ember nem megfelelő tisztaságú sót vesz, vagy ezekhez hasonló típusú sók azért találhatók a polcon, amire mondjuk az embernek oda kell figyelni? Vannak ugye a lepárolt sók, ugye a tenger is az lepárolt só, főleg, hogyha jódozzák, ugye akkor jót hiányt hivatott ugye ez elkerülni, és a lényeg az, hogy ezek tiszta sók, hát látszik a színén is, és vannak a kősó, ugye van a kősó típusú termék, amit bányásznak, azt is tisztítják, abban magasabb lehet az ásványanyag tartalom, biztos láttatok már olyan sót, amiben ilyen homokszemcsének tűnő valamik vannak, de az nem homok. A lényeg az, hogy vannak a magasabb ásványi anyag tartalmú, nem lepárolt, hanem bányászott és tisztított sók, ami szinte-szintiszta nátrium, és van a van ugye a lepárolt tengeri só, és vannak a patikai tisztaságú nátriumkloridok, ugye amiket van, aki ugye az emberek egy része átszokott a patikai sóra, mert azt hiszem hamar le is apasztották a patikai készleteket. A patikában kapható só, én ezt nem is tudtam. Tudom, hogy igen. Igen? És ez nagy tisztaságú, azért jó? Van, ez nem, tehát a patika nem erre való, azt gondolom. Az egy 100%-os kvázi tisztaságú nátriumklorid, és sokan rohantak ugye, hogy ilyet vegyenek, mert hogy mérgeznek minket a kálium sóval. Aztán ugye a szakhatóság megtette a szükséges lépéseket, és bevizsgálták a sókat, és föltették ugye a honlapokra. Ezek talán még mind a mai napig elérhetők, hogy nincs erről szó. Ugye 3% alatti káliumtartalmakról beszélünk. Ami nagy divat most, bocsánat, ugye az az egy himalájai kősó. Én szerintem a Himalájából darabja nincs, hogyha azonnan van. Ez akkor kősó, azt mondod, ugye tisztított kősó, illetve a parajdi. Sós, és a parajdi só, ezzel szoktak igen. Még. Ez mind a kettő ebbe a kategóriába tartozik. Igen, ezek bányászott, tisztított sók. Csak ugye a Himalája só az egy speciális összetétel, ugye jelzi az adott térségnek a só elektrolit összetételét. A parajdi só is, azt hiszem, egy Székelyföld felől érkező só, ami szintén egy tiszta, és sokan átálltak erre. Uh-huh. Csak ugye ezek kicsit összetömörödnek, lehet, hogy otthon egy kis mozsárban szét kell választani, tehát nem adnak hozzá csomósodásgátlót, stb. Ezek természetesebb sók. Na most ugye ami az érdekes, hogy azt mondják, hogy minél kevesebb só, meg hogy sóstopp, és ehhez hasonló. Ugyanakkor például ez a cikk írja, most félretesszük a mérgezést, hogy a jó alvás egyik feltétele a megfelelő melatonin szint az agyban, és nagyon sokan nem is sejtik, idézek a cikkből, hogy sokkal jobban aludnának, ha tiszta sóval egy kicsit jobban sóznának, mert hogy az alvászavaroknál például a természetes altató is egyben a tiszta só, és hát egy csomó minden mást is csinál még a szervezetben. Melatonin, a szerotonin szintet is emeli, és hogy ahelyett, hogy mondjuk antidepresszán szedne az ember, vagy írná föl a doki neki, ahelyett csak tiszta sót kellene használni. Ebben lehet valami, vagy ez igaz lehet? Szerintem igen, de a sófogyasztásnak van határa. 5 gram per nap, per felnőtt. Ember legyen a talpának, aki azért azt mérlegre teszi, nem? Mm-hmm. Tehát ott van a tébolyulás kezdete, amikor azért nem, azt elkezded lemérni. Ez egy tejáskanál, tehát nem kell hozzá mérleg, egy tejáskanálnyi só naponta, de ebben benne van a rejtett só is, a kenyér, pékáru, sajt, hát füstölt pácolt húskészítmény.
Hát ezért kell csökkenteni a sóbevitelt. Tény és való, a nátriumra az agynak, az idegrendszernek, a sejtjeinek szüksége van. De ti is tapasztaltátok, hogyha sok sós ételt eszünk, akkor az vizet köt a szervezetben, és szomjasak leszünk. Ezáltal nő a víz tér a testben, és a vérnyomás is nőni fog hosszú távon. Ugye a szakma ezt egyértelműen igazolta, hogy bizonyos szint fölött, hazánkban csak mondom, férfiak 17-18 g sót esznek egy nap, nők 13-14 g sót az 5 g helyett. Tehát aki azt mondja, hogy a sót nyugodtan és használjuk, az vegye figyelembe azt, hogy jelenleg háromszoros, két-háromszoros bevitelről beszélünk. Gyerekeknél pedig a 3 g napi bevitel helyett azt hiszem, hogy 8 g jelenleg a bevitel, tehát két-háromszoros, ugye ezért van a Stop Show program az iskolákban is. De jó, igen, csak ez érdekes, mert a cikk közben azt írja, hogy a hiedelmekkel ellentétben a tiszta só csökkenti a szívritmus zavarokat, és fontos szerepet játszik a vérnyomás szabályozásában. A vízsó arány is kiemelten fontos. Egy sószegény táplálkozás magas vízfogyasztás mellett egyes embereknél magas vérnyomáshoz vezet, tehát nem a sok só idézi elő a magas vérnyomást, hanem a kevés só, vagyis hogy nem viszünk be eleget. Hát ez az információ szembe megy, igen, több száz vagy több ezer szakirodalommal. Nézzétek, hazánkban 2-2,5 millió embert érint a magas vérnyomás. Ha elkezdek sózni, még több vizet fog kötni a szervezet, a vérnyomás hosszú távon emelkedni fog. A koszorúja megbetegedés, érelmezesedésben ez szerepet játszik. A szakirodalmak ebben egyeznek. Van egy-két ember hazánkban is, és talán külföldön is, akik ellent mondanak ennek. Ugye most divat lehet mindennek ellent mondani, és minden mítoszt romba dönteni. Itt-ott mi is szoktunk, ugye egy-egy mítoszt, már legalábbis én is szoktam romba dönteni. A só kérdésben azt mondom, hogy egészséges fogyasztás fontos, például aki vegetáriánus, vagy sok zöldséget, gyümölcsöt eszik, ott a káliumbevitel növekszik. És ha az illető teljesen sómentes étrenden van, és mondjuk csak zöldséget, nyerseket eszik, vagy nagy mennyiségben fogyasztja, akkor lehet, hogy kálium túlsúly alakul ki a szervezetében, és ha nem sóz, akkor akárba is lehet belőle. De Magyarországon sajnos nem ez a helyzet, hanem az ellentétje. Nincs annyi káliumbevitel, nincs annyi zöldség, gyümölcs, és a húsok, sajtok, kenyérfélék révén rengeteg a nátriumbevitel. Hát eltolnám a kálium felé, ilyen szempontból a zöldségek felé. Aki zöldségesen él, ott pedig egy picit lehet jobban sózni. És arra mit mondasz, hogy az egyik só például a cikk szerint káliumferrocianidot tartalmaz, a csomagoláson azt írják, hogy ez csak egy csomósodás gátló, mi kiderül egyébként, hogy sárga vérlúg só, veszélyes méreg, de sajnos ezt a bolti sokban csomósodás gátló szerként használják. Azért, ha ez így van, az megdöbbentő. Igen, a ferrocianid benne van a termékben. Hát ez nem megnyugtató. Mennyiségben nem megnyugtató, igen. Tehát ezért beszéltünk arról, hogy szerencsésebb ugye azok a kősó vagy egyéb termékek, amelyekben ez nincs benne lényegében. De miért használ valamit az élelmiszeripar, amiről azért tudjuk, hogy oké, hogy kis mennyiségben, de a sok kis mennyiség egyrészt összeadódik a szervezetben, egyrészt egyszeri egy kis mennyiség van megadva, hogy ez még nem káros, de nem tudják, hogy én az hányszor viszem be. Nem, ez olyan, mint az elszám, hogy ugye ott is a koktél hatása van, egy egyszeri adagban a joghurtban található elszám nem számít, de a koktél hatás miatt összeadódik, azt már senki nem tudja bizonyítani, hogy emiatt lesz az ember beteg. De hát ez kimondva azért tényleg káliumferrocianidot tartalmaz, és ez benne van, sárga vér Luke Show, hát a nevétől beteg leszel. Nem? Teljesen. Ki mondod, hogy a gyerek nem tud aludni éjszaka, sárga vér Luke Show. Veszélyes méreg. Hogy azért hát nem lehet ha valami mást. Ha megnézem az összetételét, nem akarom megvédeni a sárga vér Luke Show-t, de az összetételében ugye vas van és cianidok vannak, tehát ez nem a Kallambó filmekből ismert cián mérgezés, hanem alapvetően ugye arról van szó, hogy ugye a cianokobalamin, ez egy kifejezés, ez például a B12 vitamin. Tehát vannak cián vegyületek a szervezetben, amitől nem ijedünk azért annyira, meg nem B vitaminok is képződnek belőle. Ettől függetlenül szerencsés volna, ha nem adnának hozzá csomósodásgátlót a sóhoz. Ugye ez azért fontos, hogy olyan gyönyörű, szép, egy nemű homogén és nem összeálló tengeri sót kapjunk. Hát azért ezt az ember figyelje. Például nem ennek az elszámát kéne megnézni, hogy az mennyi, azt nem tudom, lehet, hogy rá se írják ki, csak ráírják, hogy mit tudom, 356, azt mondta, ez csak egy sima csomósodásgátló, és közben azért ezt megveszed. Az nem biztos, hogy szerencsés mondjuk adni a gyereknek. És ha valaki kívánja a sót, a sósat, az jelez valamit a szervezetben? Elektrolit hiányt jelez. Ugye például hasmenés, hányás esetén a szervezetben sóhiány lép föl, illetve verejtékezés, erős fizikai munka során is. Ilyenkor védő italokat, védő ételeket is lehet adni, tehát magasabb sótartalmú. Ugye a kohómunkások, de mi nem vagyunk kohómunkások. Bár aki gyakran sportol, mozog, ott nyilván a sótartalom növelése az üdvös. A szervezetben egyébként ellensúlyozható, nem a túlzott sóbevitel.
a hétköznapokon, hogyha sokat sportolsz, mert hogy ugye az izzadásra rengeteg só is eltávozik a szervezetből. Igen. Egyébként a kalcium, magnézium, kálium és a nátrium, ez a négy alkáli földfém, ez egymással egyensúlyt tart. Tehát nyilván, aki elkezd ilyen kalcium tablettákat fogyasztani, ott a többi egyensúlya borul. Tehát jó azt tudni, hogy a magnézium, a kalcium, a nátrium és a kálium együtt szemlélhető, hogy egyiket csadagoljuk túl, de a nátriumra, a sóra tehát szükség van az elektrolit folyamatok miatt. Azt jelenti, hogy nem lehet már kapni patikában, a tiszta só már csak gyógyszerkészítéshez használható, azért ez is érdekes. Zsolt írta nekünk, hogy például nem tudsz hozzájutni. Igen, újabban kivonták, megrohamozták a gyógyszertárakat, azt hiszem, és ennek lett a következménye ez. Ja, hogyha valamire igény van, akkor kivonom a forgalomból, mert az emberek rájöttek, nem hogy az nekik egy egészséges. Akarjátok, nem akartok megdögleni, akkor kivonjuk a forgalomból. Hát ez mi a dolog ez? Igen, igen. Nem? Meg hát, hogyha a gyógyszertár kiszolgálja ezeket az igényeket, akkor valahol szerintem cinkossá válik ebben a folyamatban, mert ezzel elismeri, hogy valóban az üzleti só nem jó, már pedig ez ugye szakmai. Na jó, de várja, azért, mert van nem jó, azért én nem adhatom el a jót, és inkább kivonom a forgalomba, mert nagy rá az igény, hát ezt nem hiszem. Hát egy gyógyszerész írja nekünk, hogy nem csak a sót nem lehet eladni, alapanyagnak minősül a só, és semmilyen alapanyagot nem adhat el a patika. Igen, mm-hmm. Igen. Hát nem azért létesült. Ez az aszkorbinsav dologtól is megörülök egyébként, hogy egy bizonyos mennyiség felett én nem vehetek. Azt hiszem, Dántam Batikus mondta, hogy 50 gram, vagy nem tudom. Hát mert az nagy tételbe elkezdesz C-vitamin gyártani otthon a konyhába, azért. Na most megeszem mondjuk napi 2-3 grammot, és te nem vehetsz meg X-el, csak 50 grammot, mert többet azt szabályozták, hogy te nem vehetsz több aszkorbinsavat magadnak, csak 50 gram. Miért nem vehetsz meg? Mert otthon elkezdenél gyártani. Mert aztán én, igen, otthon nekiállok gyártani. Jó napot kérem! 2,5 kiló aszkorbinsavat legyen szíves, meg 3,5 négyzetméter raktapasz. Igen, és adjon már 100 darab üres kapszulát, amiben beletöltetem. Jó, mondjuk, akkor te milyen sót ajánlanál? Tessék, mondj egyet, tehát Himalája só, jódozott, nem tudom milyen só, csak hogy egy terméket az ember akar keresni, most nem konkrétan egy gyártótól, vagy magas nátrium tartalmú, ez legyen a lényeg, hogy ha az ember most, igen, bemegy és megokosodott a mai adástól, akkor milyen sót szerintem legyen? Szerintem szinte minden sóban magas a nátrium tartalom, hogyha valaki óckodik nyilván ettől a sárga vérlugsótól, akkor jöhet a paraidi, tehát jöhetnek azok a kősó termékek, amik ma már hozzáférhetők elég jól. De azért nem értek azzal egyet, hogy minden sóban magas a nátrium tartalom, mert rengetegszer vásárolok, és ki van írva, hogy 40%-kal csökkentett, 60%-kal csökkentett. Ez funkcionális, igen. Tehát hol van ez 40%-kal csökkent? De jó árak. De ugye nem egy ilyen, most egy fél órája arról beszélünk, hogy beledög lesz. Hallod, de akkor is, de olcsó. Ez az, hogy olcsó. És akkor kinek érdeke kiírni, ha az lenne a cél? Ezt most én tényleg nem értem, de most lehet, hogy hülye vagyok. Hogyha minél magasabb nátrium százalékban megyünk a só, akkor miért van a polcokon egy csomó olyan, hogy 60%-kal csökkentett nátrium tartalom? Szív- és érrendszeri betegek számára gyártanak csökkentett nátrium tartalmú sókat. Nem az átlagember számára, hanem a szív- és érrendszeri. Akik mondjuk mozgással nem tudják kompenzálni. Aha. Igen. Akik halmozott a hátrányos helyzetek, mert nagyon ajánlja. Szeretik a perecet, a ropit, a sóskát. Mondjuk, a szakma ezeket ajánlja, de hogy a cikk, amit olvastál, ugye konkrétan van egy-két név, akik ellenzik Magyarországon, és ők mindent elkövetnek azért, hogy ezeket, mint mérgeket állítsák be. Én azt gondolom, hogy a káliumot vigyük be zöldséggel, gyümölcsel, növényalapanyagokkal, egészséges táplálkozással, a nátrium tartalmat pedig szigorítjuk, szabályozzuk. Azért az európai uniós törekvések mögött nagyon sok szakirodalom van, nem feltétlenül meg akarnak minket gyilkolni és kiirtani egész Európát, hanem szeretnének segíteni. Hát az európai törekvések mögött azért sokszor ugyanakkor gyógyszerlobbi vannak is lobby van, egy komoly lobby tevékenység. De a sóstó programban én ezt nem a homeopátiát éppen most írtották ki Amerikából, mert azt mondják, hogy nem használ, és akkor most hogy nem egy erősebb lobby hatására már nem biztos, hogy jövőre lehet kapni homeopátiát Amerikában, pedig egyébként. Lehet, hogy naiv vagyok. Szakirodalom, hogy működik, és rengeteg embernél működik, szóval azért ez egy érdekes dolog. Tudod, mi a bajom nekem ezzel az egésszel? Hogy egy csomó ideig mondják, hogy káros a só. 30 év múlva kiderül, hogy azért nyugodtan együnk sót, nem kell tőle annyira félni, uh-huh. Még sincs akkora baj. Tehát, hogy soha semmi nem teljesen egyértelmű az észre. Igen, a kávéról fél évente jelenik meg egy cikk, hogy egyszer nagyon-nagyon rossz a szívnek, és máskor erősíti a szívet. Csokoládé. Éveken keresztül akasztófára szögezték a csokoládét. Most kiderült, hogy egyébként egy csomó mindenre jó.
melyik az a keserű csokoládé, hogy rengeteg szív- és érrendszerű, de aminósabb, mit tudom én van benne. A sorról ugyanez volt, éveken keresztül ne együnk. Most elkezdték egy kicsit rehabilitálni, és azt mondják, hogy jó, azért ehettek, de ne olyan sokat. Na jó, egyetek egy kicsit többet, mégsem olyan egészségtelen. Melyik szaklapban jelenik meg, ki támogatja azt a publicisztikát, nem? Éppen kinek a lobbiát olvasod, szóval, hogy nem lehet nagyon igazságot tenni. Igen, bár azért a magas vérnyomás és a koszorúsér megbetegedések, valamint a napi 16-17-20 gram nátriumbevitel vagy sóbevitel mellett, ezek közötti összefüggések azért szerintem elég egyértelmű. Azok egyértelmű. Tehát én nem látok összeesküvés elméletet, hanem ugye 2-2,5 millió magas vérnyomásos betegnek az érdekeit. Hm. És akkor kérdezik, és jogos a kérdés, hogy a Balázsóval kapcsolatban mi a véleményed? Ez jó? Egészséges? Nagyon fontos kérdés, eszembe se jutott, de láttam az SMS sorot, nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen azoknak, akik ezt öltették. Mit reggeliztél, Gábor? Hát most egy erőséket, egy ilyen erőturmixot fogyasztottam. Már neve is de szép, de időnként szoktam erőséket csinálni, hogyha nincs sok időm. Úgyhogy ebben egy kis főt zap volt, kendermag örlemény volt, amaránt liszt. Kendermag. Kicsit már dzsangázom, mi? Igen, banán volt benne. Körbeadtuk egy trombitát. Tök maga örlemény. És ezt összeturmixolod ilyenkor? Vagy mit csinálsz? És ezt megiszol? Vagy egy merülő turmixsal, vagy egy normál álló turmixsal, viszont egy pici kis kandírozott gyömbért tettem hozzá. Na, huncut, mi? Kis huncut, hát mindjárt szóval megcsikizlek. Ezt kellett, ezt kívántam. Egy kis kandírozott gyömbért. Egy jó kis erőség. És miért most, hogy hívják, erősödni akarsz? Megbenyomtad a turmixot, aztán tímföldet facsartál az Omnium kilincsből? Ezek a sékek szerintem jók, mert laktatnak, gyorsan kész vannak, és egy komplet reggelit képesek pótolni. Jó sűrű lesz, tehát nem egy folyékony, hanem inkább egy szilárd halmaz állapotú, és ezeket gyorsan el lehet fogyasztani. Úgyhogy így, és ezek egészen délig vagy délutánig kitart. Bocs, csak előbb kellett volna föntennem, most jött fontos utolsó, ezzel zárjuk. Jódozott étkezési só vagy tengeri só, melyik a jobb? Jó kérdés. Jódozott étkezési só talán szerencsésebb. A tengeri só viszont tisztább, minden szemben. Tisztább minőség. De ott van benne a csomósodásgátló, igen. Ott van ez a cián? A jódozott. Jódozott tengeri sóban általában látunk ferrocianidot, igen, igen. De szinte legtöbben van, csak azért mondom, de ez nem kizáró ok. Tehát én mind a kettőt használnám. Aha, oké. Okay. Gábor, nagyon köszi, hogy itt voltam. Szerintem hasznos volt, kell erről is beszélni. Folytatjuk. 8:30 volt pontosan 6 perccel. Ha valaki szeretne velünk hármasugrást játszani, akkor jelentkezzen SMS-ben. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:49 múlt pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, egyedül maradtam, drága Morning Show hallgatók. Hát ez a pillanat is eljött, mert hogy János és Feri úton van valahova. És hogy hova is mennek, ez egy jó kérdés. Ugye hónapokkal ezelőtt már beszéltünk arról, hogy milyen jó lenne valamikor majd vagy farolni egy BKK vagy BKV busszal, vagy kipróbálni magát a troli vezetést, mert hogy állítólag nem könnyű. És a történethez hozzátartozik, hogy hosszú-hosszú szervezés után leveleztünk a BKK-val, akik végül megengedték, hogy vagy most, vagy soha alapon kipróbálhatjuk, hogy milyen trolit vezetni. Ez egy visszanemtérő alkalom, jó fejek voltak, belementek, egyeztettünk velük hosszú ideig, és azt mondták, hogy rendben van, akkor legyen ez, a mai nap egy csütörtöki nap, 9 óra után adnak nekünk egy trolit. És sokat gondolkoztunk azon, hogy kipróbálja ki a troli vezetést, de hát van két ember, akinek azért van jogosítványa, és ha nem is biztos, hogy teljesen könnyen és egyértelműen elboldogulna egy trollival, de minden esetre biztos, hogy előbb-utóbb el tudná indítani. Viszont van valaki, ami Jánosunk, aki hát nem mondjam, tud vezetni, a legnagyobb anyós ülésen üldögélő, és életében talán 3-szor ült volán mellett. Leegyeztettük a BKK-val, hogy kinek, ha nem Jánosnak adják oda ezt a trollit, és nézzük meg, hogy János mire megy vele. Anna integet. Gyere, drága, mondja, ne zavarj össze, mert én, ahogy monologizálok, és végre kiélem, hogy egyedül vagyok. Hát annyira élvezem ezt a pillanatot. Mondd. Bocsánat, János hívjam most. János, nem, elvezetem a 9 óra utáni témát, mint egy profi rádiós, elmondom, húkolom a témát, belógatom a horgot a hallgatóknak, hogy mi lesz. Na, holnap már nem kell önnet törődj velem. Még csak 20 éve dolgozol rádióban egyébként, semmi baj. És hát János vezeti majd ezt a trollit, Feri pedig, mint egy jó száguldó riporter, leközvetíti majd élőben, hogy János ezzel a kis több tonnás szerkezettel hogy bír egyáltalán, el tudja indítani, tud-e vele tolatni, meg tud-e vele fordulni, vagy esetleg egyenesen menni vele néhány métert. Úgyhogy ezen kísérletet halljátok majd ti 9 óra után, János és a nagy trolli vezetés.
ezt az alkalmat mi soha többet nem kapnánk meg a BKK-tól, úgyhogy ma ezzel élnünk kellett. 9 óra után tehát János trollit hajt. Mi volt ez? Apakocsit hajt? Volt ilyen. Ugye? Apakocsit vezet, apakocsit hajt. Na, játszunk. Itt van egy hallgatónk, akivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Mi a valás? Hello! Hello, Orsi! Orsi, ketten maradtunk, mit szólsz? Hát, azért kicsit sajnálom, hogy nem hallom Janit és Ferit, de... Na most mondanak, úton vannak. Feri kis alfájával száguldanak éppen, Jani ül az anyósülésen, nagyon magyaráz, látom őket magam előtt, és próbálják megtalálni a BKK telepet, ahol trollit vezetnek. Te honnan hívtál minket, Orsi? Soproni vagyok, de most éppen úton vagyok Veszprém felé. Mit csinálsz ott? Veszprém mellett lesz egy megbeszélésünk. Munka. Munka megbeszélés Veszprém mellett? De mennyi száguldozol az országban, vagy jössz, mész? Igen, igen, egész Észak-Dunántúli területen száguldozok. Mit csinálsz, azt lehet tudni? Egy telekommunikációs multinál vagyok. Telekommunikációs. Értékesítesz valamit, vagy felügyeled az értékesítést? Valami ilyesmi, második inkább, igen, az Észak-Dunántúl a lévő üzleteinket felügyelem, ha már így mondtad. Aha, de a kis autóval akkor száguldozol, és gondolom, hogy ellenőrzöd a helyszíneket, ugye? Így van, ellenőrzöm. Jó a csapat egyébként? Nagyon, igen. Igen, vannak ilyen csapatépítők, ilyen nagy elhajlások, céges bulik? Hát az már régen volt, de... Igen, vannak. Az jó tud lenni, mint folyamatosan győzködöm a vezetőséget, hogy egyszer menjünk el egy ilyen 3 napra. Vagy csak egy éjszakára, hogy tényleg lássa az emberre, milyen, amikor a kollégái, tehát kivetköznek önmagukból, és kicsit lealjasodnak, hogy itt azért megnéznék néhány ember. Nálatok ez nem? Nem, nincsen ilyen elhajlás. Gondolom. Solid party. Solid party, ültök, passziánszoztok és beszélgettek, nem? Meeting hátán, igen. Jó, van, hát kérdezem én a Janit, hogy milyenek a kérdések, de nincs itt a drága, mert hogy éppen hasi trollit vezetni. Úgyhogy milyen megnézem. Jó, meddig akarsz menni? Van fix ötleted, hogy meddig mennél, vagy hogy mikor állsz meg? Azt hiszem, hogy végig, mert éppen mondtam Andrának, hogy először írtam SMS-t, és rögtön adásba kerültem, úgyhogy... Tényleg? Úgyhogy soha életemben nem jelentkeztem, úgyhogy itt remek alkalom és játék. Most százak utáltak meg egy pillanat alatt. Egy mondatoddal azonnal megutáltad magad azokkal, akik évek óta nem tudnak adásba kerülni. Kezdve, hogy ilyen is van egyébként. Vállalom. De hát ezzel nincs baj. Na jó, nézzük akkor, hogy megy, jó? Oké. Okay. Így szól az első kérdés. Melyik hangszer virtuóz művésze Lajkó Félix? Hegedű. Így van, várjál, adom neked a tapsot. Így van. Nagyon jó. János jó formában volt tegnap, vagy jól ment az edzése, vagy könnyűeket írt? Igen, Móni engedte, hogy nyújkáljon a paplan alatt. Valami volt, mert nagyon könnyűeket írt. Tehát János boldog volt tegnap, látom akkor a kérdés során. Jó. Akkor menjünk tovább, nem? Persze, egyértelmű. Így szól a második kérdés. Melyik az afrikai kontinens legmagasabb hegycsúcsa? Kilimandzsáró. Így van, látod? Itt volt valami tegnap, János odaért. Hosszú munka után, János tegnap odaért. Nekiálljunk a harmadik kérdésnek? Persze, játék, játszunk. Na, itt van a harmadik kérdés dedikált óráért. Hogy hívták azt a magyar vitézt, aki a monda szerint a bárgyával rést vágott Bizánc érc kapuján? Bizánc. Magyar vitéz. Magyar vitéz. És hát ugye a Bizánc kapui elé vonuló magyarok. Na, drága férjem, ha hallgatod, írj egy SMS-t, mert történelemben te vagy a jó. Ott volt egy nagy görög vitéz, kijelentette ugye, hogy két magyar legyőzi, akkor adóznak majd a görögök, és megjelent ez a kicsi ember, és csinált valamit. Hú, és ez melyik korban volt? Hát... Ez egy 900, meg most meg nem mondom neked, amikor 950, 60, 68, valamikor így ide tenném, de a pontos évszámot én se tudom. Tehát jó régen volt már. Honfoglalás után, igen. Még István előtt. Na? Hát ez elment, igen. Botond volt. Botond. A kis botond, tudod, odaállt, és hát bevágta Bizánc érc kapuját. Voltak egy bárgya. Emlékszel így? Biztos emlékszel.
Hát így, ja, valamire emlékszem. És utána még küzdött egyet egy ellenfél előtt is megölte. Jó, hát ez nem volt meg, pedig nem volt annyira nehéz, azt hittem tudni fogod, de bumozzunk egyet hátha. Jó, Orsi? Okay, okay, na figyelj, okay. Mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Bum! Hát nem tudom, a fiúknál jelezen, nálam nem. A rohadék. A rohadék, nálam nem. Nálam nem jelez. Orsi pedig jól ment. Hát, ja, ez a történelem, ez sose volt az örösségem, bár ez... Azt éreztem egyébként, igen. Igen, aha, próbálnálok aha megcáfolni, de nem, nem tudlak, valóban így van. Jó, oké. Okay. Oké, okay, puszi, Orsi. Na, köszönöm azért. Köszi. Hello. Ciao, ciao, ciao. Ja, várjál, ez nem az... Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Csak megtanulom kezelni ezt a pultot. 3 perc van pontosan, 9 óra. Nézzük, mit írnak a hallgatóink. Szia, Bali, fogadjunk, hogy még a trollit is lefulasztja, Janni. Aj, ma életveszélyes a troli, mert aki vezeti, egy kis proli. De rohadékok vagytok, de János trollit hajt. Ez a 9 óra utáni küldetésünk. Egyébként Jani a troll, írja nekünk valaki, köszönjük szépen. Répcelak belterületén Csorna felé araszol a forgalom, több kilométeres kocsisorban, ez pocok, küldte nekünk, köszönjük szépen. És a pesti alsó rakparton is, az Árpád hír irányába valamiért nagyon lassú a haladás, valamint Gödöllőn, az Adi sétányon trafi, az Isaszegi út felőlieket mérik, ráadásul azt is küldte nekünk, köszönjük szépen. 3 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a troli telephelyéről élő kapcsolással Ferivel, Janival, mert a Jani nem sokára trollit hajt. Ezzel folytatjuk Ákos híre után. 9 óra múlt 10 perccel, gyerekek, lehet, hogy lerobbant Feri alfája, mert eltűntek, ez a nagy büdös helyzet. Úgyhogy nem, hogy nem lesz élő kapcsolás, egyelőre nincsenek a helyszínen. Mondtam én. Hát mondtam én, hogy ne az alfával menjenek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt 10 perccel. Még visszatérve egy pillanatra a hármas ugrásra, itt nagyon sokan írják nekünk, hogy buzogánya volt, nem bárgya, és hogy az 5. olvasmányban is buzogány van. Köszönjük szépen az észrevételeket. Jani írta a kérdést, én megnéztem egyébként, én is buzogánynak tanultam, de nagyon sok helyen például a Wikipédia bárdot említ, mondják botont bárgyának, botont buzogányának, még ha az ember a két fegyvert egymást mellé teszi, is hasonlít a kettő. Mert hogy nem ez eldobós buzogányt kell elképzelni, ez is egy ilyen bárdszerű kis fegyverke volt. De köszönjük szépen az észrevételeket, mind a kettő jó. Néhány régi irodalmi emlék így említi, néhány irodalmi emlék úgy említi, de minden esetre bárd is buzogány is, mind a kettő jó megfejtés egyébként. Többféleképpen megtalálható ez az irodalomban. Azt mondja, hogy közlekedési híreket nézzünk. Répcelak belterületén Csorna felé araszol a forgalom, több kilométeres kocsisorban pocok küldte nekünk, aztán az M7-es autópályán a 132-133-as kilométer között a középső elválasztósávból két kamerával mérik mindkét irányban, Budapest felé és Nagykönözs a felé haladók sebességét is. Buszos Jani küldte nekünk. Van egy trafink a 15. kerületben, a Szerencs utcában, Pál küldte, valamint Gödöllőn, az Adi sétányon trafi, az Isaszegi út felőlieket mérik, ezt Atis küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, csak mondom, hogyha valaki szeretné élőben nézni János trolibusz vezetését, reméljük, hogy valójában vezetés lesz belőle, az megteheti a Ustream-en, méghozzá a Class Morning csatornát kell keresni, így hogy Class Morning, a Ustream TV channel Class Morning, nem Class Morning Show, ez nagyon fontos, és akkor ott tudjátok élőben nézni, hogy János boldogul-e a trollival. Na, megérkeztek közben? Tényleg? Hello, Feri, ciao, ott vagytok? Hello, sziasztok! Na, hello! Na, mi van? Kérlek szépen, a BKV kőványai divíziójánál vagyunk, és az a helyzet, hogy hoztam a gyereket autóvezető tanfolyamra, illetve buszvezető tanfolyamra, mert olvastuk, hogy van felvétel, és azt már én ki is derítettem, hogy esélye van a Janinak, mert 150 centi a határ. Tehát a fölötte vagy nyertél. Az menő csak... Apa, utána megyünk itt a tengerbe, apa! Megyünk tengerbe, mondd neki, hogy megyünk tengerbe, csak viselkedjen normálisan. De tudod, hogy minimum D kategóriás jogosítvány kéne, a Janinak még B sincs, tehát azért itt még vannak hiányosságok. Beszélgettünk itt az oktatókkal, és ők azt mondták, hogy sokkal jobb, hogy az ember tiszta lappal indul, nem zavarnak össze a korábbi tanulmányok, úgyhogy azt, hogy én gyakorlatilag nem tudok fejezetni semmit a bicikli kívül, ez most itt pont jól jön. Ott van már a szörnyeteg előttetek? Persze, így van, és kisegészítettük, amúgy nem egyszerűen gyárművezetési gyakorlat lesz, hanem egy troli töréstechnikai tesztje. Egyébként imádnám, ha beülnél automata full gáz, és neki a falnak, az szenzációs lenne. Beültünk Ferivel, annyira azért már elárulhatunk, hogy Feri
Feri egy picit kipróbálta a járművet, egészen megtöbbentő. Tehát, hogy hatalmas játék volt. Nekem picit fura volt, hogy felszálltam, és ugye automatikusan rögtön elkezdtem keresgélni a jegyet a zsebembe, hogy rögtön lyukasztam, mondtam erre, így se pitteljünk. De belülről annyira high-tech az egész, és kicsit kikérem magam az utazóközönségnek a nevében, hogy nekünk nem ilyen légpárnás, emelkedő, tompítós, kényelmes, hatalmas üléseink vannak, mint a vezetőknek, mert a Feri azt kipróbált, és valami egészen megdöbbentő módon reagált a súlyára. Nagyon fontos, hogy ugye, mivel ez egy tanuló troli, így ahogy te is mondod, meg én látom közben a Ustream csatornát, nézlek benneteket, hogy két ülés van, de lehetőleg ne az anyós ülésbe üljél, mert oda, ne, oda az oktató ült. Az automatizmus már megvolt, oda ült. Tehát automatizmusra gondolom, beültél az anyós ülésbe, de ne tedd, ülj át bal oldalra, jó? Jó. Igen, először tényleg az történt, hogy beültem oda refekszőn, és már rögtön mondtam, hogy anya, ne árja! Elővetted a kis GPS-edet a táskádból, és elkezdtél nagyon irányítani mindenkit. Ha elkezdtem, mit már elkezdni. Igen. Amikor mondtad, hogy már itt áll mellettünk a szörnyeteg, akkor először azt hittem, hogy Darázsi Károly főoktatóra gondol. A kérdés erre vonatkozott. Ne bántsuk már. Nagyon köszönjük egyrészt, hogy itt lehetünk, másrészt van valami a kezdetben. Ez micsoda? A bevezető, sziasztok, először üdvözöllek titeket. Ez a bevezetőből kiderült, hogy töréstest megszánjátok ezt az alkalmat. Ezért arra gondoltam, hogy egy szondával kezdünk a Janinál. Én nem vezethetek akkor, ez már kiderült. Igen, hát ezzel a trollibusszal holnap 6 embernek még sikeres vizsgát kéne tenni, hatósági vizsgát, tehát meg kéne óvni holnapig ezt a Verdát. Tehát megkérdem a Janit, hogy először egy szondát fújjon. Parkolóállásban van a szonda. Jaj, de szépen veszed szájra. Imádnám, ha kiderülne, hogy észeg vagy, Jani. Annyira szeretném, komolyan. Igen, köszönöm, szívok, mint fújok, de szerintem ez menni fog. Figyeljetek. Egyelőre P betűt mutat, alkohol szint, ugye a cukorszintet méri. Igen. Hoppá, kiírta, 4 kiló konyakos megy. Kiírta, hogy rendben vagy, vezethet, akkor megközelítjük, jó? Hogy tisztáltad? A szörnyeteget, a gépállatot. Na, Balázs, neked is van a régi álmod, amit már ugye tudunk, abból a szempontból, hogy ugye bejutni a buszba már tudjuk, hogy hogy kell. Mi megpróbáltunk, aláfeküdtünk a Janival, és elkezdtünk matatni a lökhárító alatt, itt egy rohadt gomb nincs. Hogy kell bemenni? Hát téged kérdezlek. Hát az van, hogy én azt láttam, hogy mindig, amikor átsorgik a megállóba, akkor a vezető, a buszvezető, vagy trollibuszvezető oda megy előre, körbenéz, mindig egy kicsit körbenéz, és utána pedig elkezd matatni valamit a fényszórok, vagy pedig a lökhárító környékén, és nyilván keres egy gombot, amivel bejut a járműbe. A Károly, kinyitnád az ajtót nekünk? Mert így marha nehéz lesz, amit kívül vagy. Kinyitjuk a lámpát előn. Itt a lámpát. De ha most ezt elárulod, akkor mindenki be fog jutni a trolikba. Nem baj, a többit úgyse tudja, csak azt, hogy a lámpánál kell valamit mutatni, és beengedte. Nem túl bonyolult egyébként, picit egy hasonló szituációt képzeljétek el, mint a Terminátor 2-ben, amikor Arnold ugye szépen az árnyékolót lebuktat, és ott volt mögött a tartalék, úgyhogy ez is körülbelül ennyire bonyolult. De nem mondjuk el, mert ezzel fog szórakozni fél Budapest. Ki az a sok ember körülöttetek? Mert látom, hogy 8-10 nagyon nagy kárörvendő mosolyal már állnak körülöttetek. Ők... Szeretettel integetnek a BKV munkatársai, a Ustream csatorna nézőinek. Várjál egyet, maga mit csinál? Én cserés tartalék vagyok. De szép szakma az. Van egy cserés tartalékunk maga. Most végeztem az első részt. Levizsgázott? Nem. Kint a vonalon, csak jövök vissza. Ja, akkor már vezetett egy ilyen pirosat. Azt mondja, hogy van itt egy hölgy is. Ön mit csinál, drágám? Leltáros vagyok. Mit kell leltározni, hogy megvan-e az összes troli esténként, hogy így elgondolkozva? Azt is el szokták lopni? Hát azt nem, de tűnnek el dolgok. De még bármi lehet. Na, hát ők azok akkor, akiket láttál. És rajtuk még van, akit egy páran a kerítés mögött tartik, Heckler Kochban és Beresztában, mert egyébként a technek itt van mögöttünk a kiképző pályáján. Hát fiam, nagyon-nagyon nyomsz egy kövéret, akkor átmehetsz oda, és csak ott fejbelőnek az a baj. Igen, azt mesélték itt az előbb, hogyha odaállsz a kerítéshez, és nagyon sokáig nézel át, akkor egyszer csak megjelenik egy csávó, és azt mondja, hogy ne nézelődjünk itt, viszont látásra. Tényleg. Na, közvetíts Feri, mert ugye nem mindenki látja a Ustream csatornát, hogy pontosan mi történik, hogy száll be az a kicsi ember abba a hatalmas troliba, hogy néz ki az ülésben, mekkora hát neki a kormány. Nem vagyok már. A gyereket hoztuk szórakozni. A troli egyébként különbözik-e valamiben attól, ami a közúti forgalomban megy? Ez a most, amivel vezetünk, nem. Ez a kocsi is részt vesz a közúti forgalomban.
Annyi, hogy el van helyezve benne egy ilyen mobil oktatói ülés, oktatói potrékkel. Mondjuk én marha nehéz felszállni az első ajtón, ha ez benn van közlekedésben is. Igen, de ez körülbelül egy óra alatt ki tudják szedni, és egy óra múlva a kocsi visszamegy forgalomba. Jó, tehát annyi, hogy az első ajtónál van egy kis emelvény, azon van egy ugyanolyan kényelmes roli ülés, mint a fővezetői, és előtte egyetlen egy pedál van, vélhetőleg ez a fékpedál, hogyha bármi baj lenne. Hát vélhetőleg, mert nekem fogalma sincs, hogy mi De mi történik? János beült, Feri, közvetíts, hogy mi történik? Figyeljetek, beültem, most itt ülök egy rettenetesen kényelmes székben, és az első mozdulaton természetesen a mikrofonhoz indult meg, és most arra lennék nagyon kíváncsi, hogy melyik a mikrofonnak a gombja, mert szeretnék kommunikálni a utas közönség. Na, Jani beült a főnöki ülésbe, és teljesen életidegen az egy. Üdvözlöm kedves utazó közönségünket a mai nyárat Tornamit életem előtt. Na, most pont! Na, most pont azt hallottátok, ugyanis ez egy biztonsági kapcsoló, ha bekapcsolod és beszélsz az utasokhoz, akkor 30 másodperc múlva ez automatikusan leolt, pontosan emiatt, hogy ez ne történjen hogy meg. Ha igen, hogy a túlvezérelt trolibusz vezetők melyik költségek. Már legkötség, igen. Hogy ezek ne menjenek ki. A trolibusz vezetése szerintem tök egyszerű, mert kétpedálos, tehát automata a szerkezet, csak Jani nem éri el. Ez megoldjuk? Jó, akkor próbáljuk meg ezt megoldani. 2-3 téglát hozzatok már. Nem éri el a pedált? Jól hallom, hogy nem éri el a pedált? Hát egyelőre nem, de most egy kicsit előre. Figyelj, ezt nem fogod elvinni. Előre, nem húzta előrébb az ülést, hanem előrébb csúszott. Ez azt jelenti, hogy az ülés tábla és a Jani háta mögé egy komplet nagy bőrönd elfért volna. Talán most sikerül, koppanásol vagy, ez a legeleje. Eléred a pedált, kisfiú. Igen, apa, megvan. Igen, előrébb húztam egy kicsit az ülést, és most már árom, elérem a pedálokat, lábújjal. Vegyél fel magas sarkut. Még tudunk segíteni annyit, hogy lejjebb engedjük neked az ülést, illetve magadra tudod állítani a kormányt. Jó, de akkor nem fog kilátni, ha lejjebb engedjük. Hát, bízunk benne, majd elmondjuk, mit látunk, jó? És hogyha elhaladnak egy római katolikus templom mellett, akkor a hívők keresztet vednének, mert benéznének a trollébe, és azt látnak, hogy magától megy. Szerintem indítsunk, jó? Ott a sluszkulcs van rajta, 3 gombbal tudod vezérelni a trolit. Jani bámulatosan abszolút érdeklen arccal néz, és a kulcsot próbálja. Nem lesz motorhang, Jani, mert ez elektromos. Figyelj, neki tényleg, ezt mindig elfelejti az ember, hogy azért ez egy lopakodó. Valljuk be őszintén, ez a BKV járműparkjából ez a Seat. Ez a lopakodó. Ez most már jár. Szóval be akarta indítani, de nem lehet, mert hogy már járó üzemben van. Van egy előre gomb, egy pihenő gomb, meg egy hátra menet. A pedálokat kérdezem, hogy tudja, hogy melyik? Aha. Ez a pedál, amin állok, ez mi? Én jól éreztem, hogy ezt kell megkérdezni. Ugye? Ez mi? Jézus. Attól fogsz elindulni. Jókolombárki elvitt mi. Igen, az a menet pedálunk. Ez a menet pedál, igen. A másik a fék pedál. Ez pedig a fék, azt úgyse fogjuk használni. Jó, majd használom a sajátomat. Tehát ez a gáz, igen. Jó, és mi ugye rükkvertbe fogunk haladni. Először igen, aztán majd, hogyha menni fog, akkor megpróbálkozunk egy kis slalomozással is. De vezeték közelében, mert ugye ez a jármű vezetékhez van kötve, tehát 2,5 méter tudsz jobbra-balra menni, utána baj van. Helyem lesz elég? Tehát hogy azt látom majd a visszapillantóból, hogy nagyobb tömegek indulnak meg a jármű felé, hogy megpróbáljanak leállítani, akkor tudok valamerre menekülni? Igen, tehát van helyed is. Úgy csináltuk meg ezt a pályát, hogy kiürítettük az egész szektort a kezdetén. Hogyha belenézel a tükörbe, látod, hogy ebben a szektorban rajtad kívül senki nincs. És azért itt van még a fék, hogy azért meg tudjam állítani a járművet, hogyha egy kicsit elszabadulna. Ha kimegy a 2,5 méterből a Jani, akkor leszakítja a csatlakozót a vezetékről, és tovább száguld a jármű? Nem szakítja le a szedőt, a vezetéket azt megsértheti. Isten igazából annyi, hogy kiugrik az áramszedő a vezetékből, és le fog állni a jármű. Itt jött egy nagyon fontos kérdés, hogy van-e airbag a trolliban, mert ha van airbag, akkor Jani nem ülhet az első ülésre. Nincs benne. Ha van, kapcsoljátok ki, mert 12 éve alul gyerek nem ülhet az első ülésre. Jogos. Na, zárjuk az ajtót, kezdjünk már bele, mert itt a sok... Várjál, Jani csönget a sárga gombbal, tessék. És a pirossal zár. Nyom már meg a piros gombot. Lépjél már fel, köcsök! Milyen jó képet fest ezt a vezetőkről, Jani.
És megvan. Eddig jól vagyunk, semmi nem történik, de Jani nagyon örül, bezáródott az ajtó. Ki kellene engednünk, a következő instrukció az lenne, hogy ki kéne engedni a készíteket. Mi leszállnánk? Oké, készítek, engedjük, jó, melyik az? Két rád, légy szíves a fékpedára. Melyik az? Nem tudja, melyik a fékpedál, most mondtuk el, ember! Igen, nyomd be, légy szíves a fékpedált, az benyomva. A bal kezednél látod azt a fekete kart, húzd fölfelé egy kicsit, és engedd előre. Úgy, na most elengedted a kéziféket, innentől kezdve mozoghat a jármű. Jó, tegyük hátra menetbe. Tudod, a röbetű. Előttünk egy oszlopon, arra nem kéne elindulni. Römin hátra. Römin hátra. Jó, és szépen lassan, jó. Finoman. Nagyon tágoldozni nem fogsz, ez a kocsi hátrafelé 5 km/h sebességre. Sok korlát. Lesz az neki. Na, én már látom, hogy sok lesz, kár, hogy tényleg nem akarlak zavarni, de nem ülnél le a másik székbe, ahol van pótpedál, mert mi még a Lacival hazamennénk. Fel vagyok az ilyenekre készülve, nem kell félni. Janikám, hogy érzed magad? Tessék! Nagyon jó, szerintem egyébként akár indulhatunk is. Köszönöm szépen, Vitézi úr, már elég tiszta az ablak. Na, próbáljátok meg elindulni, kíváncsiak, hogy megye. Anélkül, hogy lefulladjon. Még lefulladni nem tud. Borzasztó kócsa érzés, hogy tényleg semmiféle rázkódás nincs, nem rezeg, nem mozog, nincs alapjárat, nincs semmilyen motorhang. Tényleg olyan, mint hogyha ha most ebben a pillanatban csak parkolnánk, de ez a gép már mozgatható, ugye? Igen, ez már teljesen nem van. Mozgatható, Jani, csak rá kéne lépni a gázra. A pillanatban el fog indulni a jármű. Azt szeretné, figyelj, ilyet te még nem láttál, az emberünk tapossa a fékpedált, mikor mondjuk, hogy rá kéne lépni a gázpedálra, két lábbal nyomja. Na, kicsit izgul. Igen. Aha. Elindult? Nem, hát hogy indult volna, meg kéne nyomni a pedált. De miért nem nyomja meg? Már megnyomtam. Kisfiam, megmondtam már, hogyha ott vagy, nyomd meg a gázpedált. Kisfiam. Apa, ráléptem a pedálra, és most megindultunk, na. De nem is dobtam be tokent. Vagy dobjál be két tokent, és kezdj el tolatni, mert kiszedlek a Dodge-ből, és úgy elverlek, hogy ne, anyát se ismer rád. Figyelj, csak nem azt a tükröt kéne nézni. Egyet mondjátok már hátra csétálva. Komoly munka folyik! Valaki keresztül ment, mögöttünk 60 méterre. Na, tolat, elindult! Tükör. Megtaláltam a tükröt ebben a pillanatban. Neked is tetszene, Barázs, mert hatalmas felület. Figyelj, látom, hogy merre kell mennem. Oké, megindulok tolatásban, abban az irányban, ahol ezek az egyébként nagyon barátságos külső bolyák le vannak rakva. Remélem, hogy nagyon strapabíró a dukkozás a járművön. A cél a járvány, vagy az oszlop az a cél? Mind a kettő, tehát bírni fogja, csak a koppanásával. Jobbra tedd egy kicsit, akkor megy jobbra, az a másik. Mi történik, Feri? Mi történik? Nagyon szépen haladunk, 15 métert tettünk meg hátrafelé, és Jani annyira el fogja trapálni az első gólyát, mert amikor azt mondják, hogy jobbra tekerd a kormányt, ő következetesen a bal kezét használja. Figyelj. Első gólya megvan! De nem, nincs meg, elmentél mellette, tesó. Meg nem elütni kell, Jani, hanem kikerülni. Megvan! De nem elütni kell, mondom. Első karbantartó megvan! Még mindig tolattok, Feri? Igen, megyünk még hátrafelé, mert a pálya hosszú, illetve Jani nem meri megnyomni a gázpedált. Nem? Akkor ezt figyeld, öcsém. Ja, egyébként csak öttel lehet menni. Előre viszont megy, mint bitanga jármű, úgyhogy az lesz az izgalmasabb, hogy előrefelé meg tudja-e majd. Légy szíves! Mit, hogy olyan szerencséd volt, hogy olyan távolságra tették a busztól a három bóját, hogy simán elférsz mellette? Menjél egyenesen egy kicsit, Jani, hogy tudsz előre menni? Mert hátrafelé öttel, hát azért ezt az 5 éves gyerekem megcsinálja. Az 5 éves gyereket igen, de most rólam van szó, tehát hogy ezt ne felejtsd, hogy az egyik képességén meglehetősen limitáltak ebben a témakörben. Figyelj, azért egy taps effektet megérdemeltem volna, csak végig jöttem a nélkül, hogy nekem. Tessék. Köszönöm szépen. Jó, nem akarom kisebbíteni a teljesítményt, de egyetlen egy kormány mozdulatot nem kellett tegyen, mert tök egyenesen hátra tolattunk, és az van, hogy most Károly az oktatónk azt mondja, hogy innen nagyon szép lenne nyerni, de ezt még ő se vállalná, úgyhogy még 10 métert tolatunk. Eddig semmit nem csinálta Jani, mint megnyomta a hátrafelé gombot, hogy arra menjen, és hogy nyom meg a féket, te szerencsé! Hello! Meg vagyunk! Mit csináltok? Mit történik? Letaroltunk egy teljes különítményt, akik egy izét mentek javítani, egy trollibuszt mentek javítani, mert Jani most már előre akart menni, viszont elfelejtett váltani, tehát továbbra is hátramenetben vagyunk, és mögöttünk el akart menni egy kis karbantartó csoport, na ők már nincsenek a BKV alkalmazásában. Valahol szerintem egy dolgot. A kis gombra, a kormány jelöl. Igen, nyom be. Benyomtam. Most mit csináltok? Milyen én súlyomra mozog ez a gomb? Mert azt mondták, hogy nyomjak be egy gombot a lábammal, mert nem tudom, hogy az én súlyom ezt megmozgatja.
Az milyen gomb ez, az elalvás gomb? Nem, az a gomb, hogyha benyomja rendesen, akkor onnantól kezdve a kormányt odaállítja, ahova ja. szeretné, és így talán könnyebb lesz neki szalamozni, nem kell nyújtoszkodnia. Igen. Jó meglétét. Jó hírünk van, kedves hallgatók, Jani, eléri most már a kormányt. Ugye ez döbbenet, hogy nem. Döbbenet, hogy 20 perc azt állítjátok, hogy éri el a kormányt és a pedált. Tehát ez már-már nagyon szürreális. Jó. Az a baj egyébként, hogy gyakorlatilag mindent fel kéne írnom. Tehát, hogy egyszer elmondanak valamit, akkor megcsinálom. Másodszor elmondják, ugyanazt már nem emlékszem rá. Tehát, hogy semmilyen szinten. Most mondták, hogy nyomjak meg egy gombot magam előtt. Megkérdezte Feri, hogy ez az elalvás gomb, akkor mondták, hogy nem a katapult. Jó. Elmegyünk egy picit reklámozni. Hát, ha az 5 perc reklám alatt 3 métert tudsz haladni, úgy jövünk vissza, hogy Feri elmondja, hogy haladta 3 métert, és csak 2 gyalogost ütöttél le. Jó? Igen, srácok, én férfi vagyok, nem tudtam hozzá a tolakáshoz. Jó, csak előre mi. Na jövünk néhány perc, majd 1 perc, majd 9:30, jövünk egy pici reklám után, addig Jani vezet, aztán kapcsoljuk még egy rövid pillanatra Ferit, hogy hogy megy Janinak a vezetés, ezzel folytatjuk egy pici reklám után. 9:30 múlt, pontosan 7 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát közben ugye elmentünk egy pici reklámra, meg zenére, de közben láttam, hogy mi folyik a Ustreamen. Hát mondhatni, Jánosnak eszébe jutott a domináns tonalitás. Tehát ő nem tér ki senki kedvéért, ő nem fékez senki kedvéért, a fonaljárás gyakorolja trolli vezetés közben, domináns tonalitás, nem fékezünk senki kedvéért. Babakocsi, gyerek, terhestő, senki kedvéért nem állunk meg. Hello Feri, ciao újra! Halló, sziasztok! Feri jelenleg a pilóta ülésben. Tényleg? Hátra tolatni, igen, mert elkövettem azt a hibát, hogy megindultam előrefele, és ebben kisebbféle bonyodalom lehet, olyan nagy probléma nem lehet, csak azok az emberek, akik bennálltak a megállóba, hogy gyakoroljuk velük a felszállást, azok gyorsan szétszélettek. Igen, de láttam, hogy a domináns tonalitás nyomott, tehát, hogy nem fékezel senki kedvéért, nem térsz ki, nem állsz meg, a fonaljárással vitted a trollit, láttam. A kollégáknak parádézett, nagyon kíveset, az utasok, tehát az... Na, hát, figyeljetek, nagyon mentél előre, ez jó? Nagyon komoly szakma, nagyon komoly meló, egyébként a BKV jelenleg is keres nálam tehetségesebb sofőröket. Nem lesz nehéz. Igen, nehéz tehetségeket. Nem kell sokat castingolni. Figyeljetek, tehát nagyon jó volt, amikor ugye végre benyomtam a féket itt a kis utamnak a végén, és körbenéztem, akkor pont ugyanaz az érzés fogott el, mint hogy elvesztettem a tüzességemet, mert csak boldog, megkönnyebbült arcokat láttam. Mindenki fellélegzett? Igen. Igen, vége. Simán el tudok képzelni, hogy én egyszer kapnék itt egy jogosítványt, akkor reggelenként, amikor így megjelennék a kis trollimmal a busz megálló környékén, és az utasok meglátnák, hogy én vezetem, akkor így elindulnának gyalog. Szerintem nem, köszönjük, ezt nem. Nem, őt nem. És mit csinált az óriás? Elütött már valakit? Micsoda? Most már a bátorság, próbáljuk a BKV-sek, neki tud átfutni előttem, mert hátrafelé nagyon lassan megy a troli, de előre annál jobban. 53-nál mondjuk leszírt, de odáig figyelj, olyan gyorsulás van, mint az állat. 52-vel, apa, 52-vel akkor! Ügyes vagy, kisfiam! Figyelj, a gyereket csak hadd idézzem meg, amikor megpróbáltuk az előre való haladást a slalom pályán, akkor Károly, a vezető oktató, már sikítva üvöltött, hogy Jani, fék és jobbra, mi történik? Nagyon nagy gázadás, és balra fordul. Ne! Imádtam! Annyira, tehát, hogy annyira nincs benne a mozgatban, mert azért aki vezet, az nyilván fék gáz átrakod a lábad, még akkor is, ha nem automata kocsival vezet. Érted? És nagyon tehát a fék jobbránál nagyon kövér gáz balra. Itt van egy betonoszlop, ami a troli felső vezetékét tartja, 1 centire tőle sikerült bevésztékeznünk, ezután jött a kicsi tolatás hátra Janitól, ott akkor azért kiabáltunk, hogy a hátulját ne zúzza le, majd amikor elmondta a Károly, a vezető oktatónk, hogy a felénél a busz, tehát a bója akkor tud fordulni, ha a bója a busz felénél van, a negyedénél jártunk, amikor Jani egy elegáns mozdulattal ráhúzta a bójára. Óriási volt. Figyelj, de a Károlynak olyan hamiskás a tekintet, te is azt hitted volna, hogy csak hittem. Érted, azért csináltam mindig pont az ellenkezőjét, amit mond. Hát figyelj, ezt azért meg kell szokni. Ezt meg kell szokni. Egyébként mindent lehet állítani, lehet állítani a kormányművet, az ülés, minden gyakorlatilag, még az én paramétereimre is be lehet lőni. De nem biztos, hogy ez lesz majd a menekülés útvonalam, hogyha a rádió egyszer megszűnik. Igen, ez én néztem a Ustreamet folyamatosan, ez nem a te pályád. Szóval láttam. Megtettél mindent, küzdöttél férfiasan, de láttam, hogy azért ez, igen, tehát, hogy vannak ott még nehéz feladatok. Na jól van, oké, jöttök vissza? Vagy nem, de csak troli van. Jól van, gyertek, oké, vigyázzatok magatokra, ciao, köszi, ügyesek vagytok. Hello, ciao, ciao. Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Vendégünk volt Tóth Gábor, és arról beszélgettünk vele, hogy mennyi sót kell enni, milyen a jó só, mennyire legyen tiszta az a só, mert hogy hát az interneten terjengenek különböző rémhírek a sófogyasztással kapcsolatban, már tudatosan mérgeznek bennünket,
és hogy az a só, amit az ember fogyaszt, vagy vehet boltban, az nem mindig jó. Gáborral kiveséztük, és szerintem Gábor nagyon sok hasznos dolgot mondott. Valamint tegnap elmeséltem egy dolgot kora reggel, illetve a tegnapi napomból meséltem el egy dolgot ma reggel. Így a jó, ugye? Közbólogassunk, ott már elég fura egy üres stúdiónak beszélni, de nem, nincs ezzel baj, megszokom. Ugye, hogy milyen az, amikor az ember megvesz úgy egy sporteszközt, hogy utána rájön, hogy a büdös életben nem fogja többet használni. Arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg, hogy a párjuk által megvett sporteszközt, kézisújzót, evezőgépet mióta kerülgetik, és mióta nem használja ezt az ő párjuk. Hát nagyon érdekes SMS-ek jöttek. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3:40 múlt, pontosan 5 perccel. Csabi, jó reggelt! Jó reggelt! Ciao, mi újság van? Te fura, hogy egyedül vagy itt. Én szeretem. Titkon kicsit abban reménykedem egyszer, hogy a srác lebetegszik, és egyszer 4 órán keresztül egyedül leszek. Már... És akkor ki fog röhögni a poén? Nem lesz poén, hát azt nem mondtam, hogy azt nem mondtam, hogy vicces lesz. Nem, és tartanék egy ilyen beszélgetős műsort a hallgatókkal. Aki betelefonál, az kérdezhet, és arról dumár, amiről ő akar. De egyébként és beszélgetünk. A megszokás az mekkora úr, hogy azért a mikrofonjait bekapcsoltad. Én mindig benyomom mindenkit, persze, sose lehet tudni, hogy kiessük be. Rutinból nyomom balkéz, jobbkéz, Jani, Feri, hogy be legyenek kapcsolva. A Dérinek volt egyszer nagyon régen egy ilyen beszélgetés műsor, és én ezt nagyon szerettem. Tévés? Az tévés műsor volt. Nem, azt még ő talán a rádióban csinálta, vagy nem tudom már tévében. De az volt, hogy ugye bárki betelefonálhatott, és felvetett az adott hallgató egy témát, a Díri hihetetlen intelligens volt, meg elképesztő olvasott és művelt, és hát szinte nem volt olyan téma, tehát sok különbség van köztem és a Díri között, hogy szinte nem volt olyan téma egyébként, amihez ne tudott volna hozzászólni, és megdöbbentő volt, anyukám nagyon sokat nézte, és néha én is rákapcsolódtam, és ha csillagászat, csillagászat, ha politika, politika, ha közélet, közélet, ha nem tudom, jogalkotás, akkor arról beszélgetek, szenzációs volt, és mindig a hallgató döntött el, hogy miről akar beszélni, vagy egy kérdése volt, vagy valamit meg akart vitatni a Dérivel. Fú, nagyon. Ilyen hasonlóval próbálkozott a Szilágyi is annak idején. Is, hát ezt csinálta a Szilágyi is, persze. És aztán persze, volt a Szilágyi, ha itt vagyok, azt megcsátott a rádió, megcsátott a tévében, és valaki nem telefonált be, akkor nem volt hallgató, fölállt és kiment. És én azt néztem éjjel egykor, és megsértődött, igen. És kiment. De olyan is volt, hogy valaki felvetett egy témát neki, hogy akkor erről szeretné. És azt mondta, hogy miért kell nekem erről beszélgetnem, mi közöm ehhez? Jó, de én őt imádom, a Szilágyi a legnagyobb, egyik legnagyobb egyébként. A nagy öregek közül nagyon szeretem őt. De akkor most kimenjek, jobb neked egyedül? Nem, most nem tudok hallgatókat beadni, hogy beszélgessenek velem vidáman, de egyszer majd valahogy lebetegítem a két srácot, és akkor így ezt meg csinálunk egy ilyen műsor. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Ki is nyomom a mikrofonokat. Ha mondja, hogy morning show, akkor övé. Övé az ajándékcsomag. Minden oké? Okay? Edzettél? Képzeld, igen. Na, ezen a héten sikerült 3-szor. De jó neked. Én egy évre kinyírtam magam tegnap. Rám szakadt a buzaszkodó fal. Valakinek nem megy. Hallottam. Járni is alig tudok. Jó, hát ez úgy néz ki, hogy nem. Igen, nagyon jót írt, ő is a megmaradt sporteszközökhöz szólt hozzá, ő írta nekünk azt az SMS-t, hogy egyébként a lejárt fehérjeporok nagyon hasznosak pecázáshoz, etetőanyagnak. A keszegek és a pontyok nagyon szeretik, főleg az eperízűt. Tehát ott is van azért egy kis restancia sportolás terén. Jó van, Csabikám, remek zenék? Egyébként nekem is vannak otthon súlyzói, amiket nem használok. Ellenben viszont eljárok olyan helyre, ahol vannak súlyzók. Tehát, hogy tényleg otthon valahogy ritkában. Ugye, kellene. Hogy az ember nekiveselkedik, megveszed, és lemész kétszer, hogy elkezdesz, és abba hagyod. Tehát ez is egy közösségi dolog, igen. Hogy el kell menni. Rá kell szánni magad, hogy elmenjél, igen. A játék, ugye a Klassz nyár 2015 világsztárok nyara a Klassz FM-en, ezen a héten továbbra is Robbie Williams áll a fókuszban, az ő budapesti koncertjére lehet minden órában megnyerni a páros belépőt. Nagyon egyszerű a hallgatók dolga, csak figyelni kell, minden órában lesz egy felhívás, amiben elhangzik, hogy na most tessék jelentkezni telefonszámmal, a Robbie hangjával, stb. És akkor lehet értelemszerűen a játékra jelentkezni, és minden mellett olyan klassz slágereket hallgatunk, mint Alex Eder. Na, most erre valamit reagálj. Hát nagyon jónak tűnik. Egy brit producer, aha. Igazából pályája elején van, dolgozott már együtt Ed Sheeran, ha az ő neve Ed Sheeran, hát hogy ne Ed Sheeran, persze. Ed Sheeran talán tényleg ismerem, igen. De nem, komolyan. Egyszerűen, játszunk sokat Ed Sheeran, nem? Egyébként igen, tehát ő tényleg egy zseni. De és vele dolgozott együtt, ő fedezte fel tulajdonképpen, hogy innen ismerheti a nagy közönség, és most már saját jogon is vannak sikerei. Itt van például a Make Me Feel Better, amit rendszeresen lehet hallani, és megmutatom neked a következő órában. Ha nem is ekkora húzó név, jó, meghallgatjuk, de mondom, hogy kész az új Shy Guys-dal is.
úgyhogy felhívjuk holnap a Shy Guys-t. De azt meghagyom nektek, jó, játszátok ti a Morning Show-ban, én meg majd 10-től a hagyományos klassz zenéket, jó? Jó, hagyományos klassz zenéket, mi felhívjuk a Shy Guys-t holnap, és megkérdezzük, hogy sikerült a dal, illetve bele is hallgatunk egy picit, hogy hárman vannak hogy most már csak, ugye? Figyelj, nem tudom, hát már amikor kezdtek, akkor is darabonként 40 évesek voltak, hát mit tudom én, nem tudom. JD már akkor 50 volt, mikor elkezdte. De JD közben megcsinált egy ilyen Alice Cooper tribute bandát, aminek ugye semmi köze a Shy Guys vonalhoz. Igen. És azt elég jól nyomja ez a Veris Cooper csapat. Megcsinált egy Alice Cooper bandát, illetve egy idős nénét a gőzbe. A Gellért. Jó van. Tényleg jobb lett volna egyedül hagyni téged. Én ebben nem veszek részt. De ne, az megvan az a sztori, hogy J.D. Malcolm 42 éves volt? Hát ne vicce, én az ő helyére kerültem be a Sing Singbe. Tehát a Sing Sing énekese Csordás Levente J.D. volt. Elment Amerikába, igen, mert nem szeretett volna katona lenni, és aztán hazajött, és jóval fiatalabb lett, mint volt. Imádom ezt a szöveget, és a Pozsó kiadta, hogy ha megtudom, hogy elmondjátok a korotokat, ha bárhol lenyilatkozzátok, hogy ő hány éves, és tudod, én vivás, mint Z+-os műsor, ezért nyilván azonnal megkérdeztem. És srácok, és akkor ki a legidősebb, meg hogy jöttetek, és akkor 20, 22, 23, mondta Julian, tudod, és a JD bemondta a 26-od, és akkor volt már 43. És azóta. De ő kivált egyébként tényleg. Na jó, ezt majd holnap. De most nincs benne? Hát szerintem most ő nincsen, nem? Hárma, öten voltak, hárman lettek. Hát a Bálint van benne, a Julian van benne, meg még valaki. De ő tudott énekelni. A JD egy jó énekes, így van. Na jó van, csapjon a kívánság műsorra, 555-55-00, ez a telefonszáma, ha szeretne tőle valaki dalt kérni, akkor hívjátok ezt a számot, mi pedig jövünk holnap már újra hárban a fiúkkal. Szép napot, szevasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.